Halihó! Szia, Verast! Na, azt kívánok, csomj már. Bolyék neked is. Hogy telt az új éve átmenetel? Tajnag, ami jelzik. Another platform akarok. Add friend. És az... Ez honnan kell ezt a friend ID-t beírni? Neked van ilyen? Ja, ott van. Add már meg, használja. T2-es kereszt 1179. 1179? Igen. Nem vagyok teljesen. Jó, mondja. Elvileg addoltalak. Oh.
Steambe kaptad meg az évet. Mi volt ez? Társas az elsz, ez tök jó. Hát mi itt gémeltünk, bent a Siege. Invite pending. Fail to corner. Regi 3 ível. Ja, hogy látod? Ja. Azt hittem. Ja, hogy csináltad, de én látom. Biztos nem Steambe kell elfogadni? Mert nekem feldobott egy ilyen Steam-es értesítőt, amikor neked küldtem művet. És írja is, hogy van egy olvasatlan üzenet. Itt van, itt kell elfogadni. Steamben. Megfogadjuk. Most elvileg rányomtam. Ja, hogy most már connect. Akkor most én invellek meg téged, és... Nézd meg a Steamedbe az üzeneteket. És ott nyomj rá. De már együtt voltunk, baszki. Együtt? Igen, mert együtt most együtt vagyunk. Hogy is van voice chat. Jézus, hogy kell kikapcsolni? Hol kell ezt kikapcsolni? Megtaláltad? A voice chat volume 0-án van, tehát miért van? Minusz üzenet. De még így is hallak. Nem tudom, hogy lehet is már kikapcsolni, de így jó, most nem hall, azt gondolom ott. Jöjj fel, mi jut session, az meg. Hol? Hol, hát ott. Ja, látom. Swap roll, hát de most várjál, mi a roll? Ez mi? Az az irányító, akinek ott van a izéje? Mizéje. Aki bepipálja? Mit pipál be, Regi? Nem tudom, nekem nincs semmi ilyesmi. Nem tudom. Nyitod meg a Steamet, mit csinálsz? Nem tudom. Erre rányomtam, mert... Csak azt, hogy ready vagy sem. De én a kockára nyomtam rá, és ez meg megint azt. Swap roll, nyomkodd azt, és nézzük, mit csinál. Ó! Az mi? Az a másik ikon, az mi? Hát, van ilyen rádió, meg olyan rádió, azt ennyit tudunk. Nem tudom, melyik mi. Keresd már rá! És komolyan? Akkor én. Csak nem tudom, hogy keresek. Istenem. Rossz. Én nem is találok Rollsról semmit. Switching roles. Nem igazán számít ez alkalommal. Azt írja valaki, mindketten lesznek mindkettők. Ja. Jó. Akkor jó. Szia, Jani, boldog új évet, akkor ready. Izgi. Nem lesz. Szia, bujék, amúgy. Nem lesz. Nem. Miért lenne? Holnap szar lesz kell. Ma korán kell feküdni, szóval ma nem lesz este stream, az biztos. Azért lenne amúgy, mert hétfő van. Igen, de mivel tegnap volt, és tegnap meg ráadásul hosszú stream volt, hajnal 2-ig. De mindegy, úgy csak megy, hogy jól valamit közt. De nem van, nem lesz más. Ezt végigjátsszuk, ennyi a mai stream. Jó a rólom, én vagyok a csajosabb karakter. Az akartam lenni, amelyik csajszi.
Micsoda, ja, lehet játékban is beszélni egymással, de az baj, mi így is úgy is halljuk egymást. Ja. Ez mi fasz akar? És most hogy lehet ezt kikapcsolni? Kell nyomnom? Hello, hello, hello. Most a kapcsoljuk a izét is. Vaj, beszélj? Való, való. Hát így is úgy is hallak, ha nyomod, ha nem. Hát persze, mert észpikán hallasz. Ja, csak hogy nem hallak a játékban, mert azt meg levettem, ütöltem. Ez hülyeség. Így is úgy is halljuk egymást, vagy lehet, hogy lesz, amikor nem tudunk beszélni egymásról igazából. Elvasztuk, egy szobában vagyunk. Szia, Dia! Egy darab se volt, Ferasd, egy darab se volt. Most keltél, te jó ég, Dia. Köszönjük. Te villogtatod? Hát nem tudom, hogy így élvezhető lesz a játék. Ez se szarod, hogy esőes morzézok zsír, király. Mi? Hát franc se nézi, hogy mi történik. Ja, értem. De sötét van itt? Ó, oh, jó. Hol van fákja? Hol vagy? Te miért tűnsz el? Ez szaladt el előlem, csak szólok. Mentem egyenesen az úton, ami más nem is volt. Gyorsabb vagy, mint én. Hát nagyon most shiftet. Azok, hogy kell futni ezzel? Shift-el. Ja, hogy te kontrollerrel? Hát sokkal de egyszerűbb vizével. Y-nal. De szar, kitalált ezt ki, Y-nal kell futni. Mouse button 3. Vajjá. Melyik a 3-as mouse buttonom? Ja, az a görgő. Így bele nagyít. Ha, szia Lunda! Sziasztok! Szia Csizi! Na hát, nézzenek oda legalább. Legalább ma itt van a csapat, mi? Left mouse button. Ja, ez meg az emót. De nekem csak villog, nem történik semmi. Nem tudom előszedni. Előveszem és így villog a kijelző. Lenyomva kell tartani. Hát attól villog. Lenyomva kell tartani. Ez se jel, ha lenyomva tartom. És húzd az egeret valamelyre. Mi? Ezt hogy csinálod? Nem tudom, nekem ezt csinálja. Nekem nem jön ki. Csak ennyit csinál. Nem működik. Na jó, maradjuk. Köszönjük követés, Kevinke. Várjál, elég magas vagy? Hát én biztos. Milyen magasnak kell lenni? Mit kell csinálni? Hogy menjünk be? Le kell gyújtani a kaput. Mit tudom én? De hogyan? E. F. Q. G. Mi? Nem tudok semmit csinálni. Ez remek játék, eddig tetszik. Kapva. Lehet erre kell menni? Honnan jöttünk föntről? De meg erre jön. Ja, tudom valami lépcső, ami le van szakadva. Ennyi. Hát ez... Oké. Itt... Áh, nézd! Mit nézzek, Regi? Nem vagyok gyere ide! Menj be! Tartom neked. Gondolom... Nem tudom. Te nem tudod nekem kinyitni onnan és tartani, hogy én is bemegyek? Halló? Gyere be a horbonynál. Az azt volt, ahol előbb voltunk? Ó! Kösz! Ja, ez az út. Milyen jó az a hórofogás. Fasság, hogy Y-nál lehet futni. Ezt aki kitalálta. Hát lehet állítani. Miért nem szik kontrol, vagy miért kontrollál ne játszol? Space Jump. Ez. Ó! Oh! Ah. Ó, az erre tudom elővenni a fákjámat. Most már ezt is tudjuk. Szia Gyurász, igen, tudjuk.
tudunk róla. Drex, köszönöm a követést. De rossz nincs minimum, és nem látom hol vagy. Hol vagy? Hát jövök ezen a... jobbra-balra keringő, milyen sornak van itt kitalálva, én nem tudom, de százszor körbe kellett mennem. Itt van a tickets. Majdnem pingeltem egyet Y-nál. Itt mi van? Nem tudom, hogy megyek át, csak mondom. Hát várj, lehet nekem itt valamit csinálnom kell. Ó! Vettem egy tiketet. Az jó. Jönni fog nekem a hajó. Na. Na jó van, egyik se veszi be. Nem tetszik neki. Lehet ide kell tenni? Ez megette. Escape. Hints. Oh. Nekem nem enged vissza. És most? Szállj neked megoldani valahogy. Hát igen, próbálok interaktálni itt a dolgokkal. Ez most mi volt? Ah! Meg tudom húzni ezt a kart. Oda mutat. Most ezt a cuccot. Most ezt a gombot. Meg azt is. Miért fogja a fejét? Rájöttem. Én is. Nem inném. Meg kell húznod a kart. Ja, neked kell elmondani, miket kell csinálnom sorba. Meg kell húznod a kart, négyzet, háromszög. Jaj. Kar. Négyzet, háromszög. Van egy ilyen. Vágod a flippergépnek a karjait, amik ütnek. Kérdés, vágod a flippergépnek a karjait, amik ütnek? Ja, igen. Ez na, talán ez az. Ezzel a bal oldalit, úgyhogy ne fele van konyolva. Na, az. Egy olyat keres. Gondolom ez. És utána pénz. Pénz. Pénz! Van pénz is. Igen. És utána ticket szerintem. De nem a ticketet, be kell dognom a pénzt. Ja, be kell dognom. Persze, be kell dognom a pénzt. Jó, csak felvette a pénzt. De fogja a fejét. Hát pedig. Ez nem volt jó szerintem. Vagy igen? Nem, mert bezárt. Akkor csak jó. Nem nyílik ki. Kort meghúzod, négyzet, háromszög. Ezt csináltam! Ennyit ír. Egyik se enged be. Próbáld meg a tikettel kezdve. Na. Interact. Na, elmondom, miket látok. Látok egy sokszöget, egy négyszöget, egy háromszöget, egy kört, egy kormányt, egy olyan pinball vízbaszt, egy jobbra-balra csúszkát, egy pénzbedobót, pénzzel, és egy csillaggal egy nagy kart. Csillagos nagy kart kell meghúzni az elején. Meghúztam. És ez a négyzet, háromszög. Négyzet, háromszög. Pinball. Pinball. Pénzbedob. Pénzbedob. És fogja a fejét, nem jó. Akkor dobj egy ticketet, és utána csináld meg ezeket. De ő ticketet ad. Oda nem lehet visszarakni. Ezt nem értem, ezt fejtsd ki. Kapok egy ticketet, amire rá van írva, hogy retry. És csak egy hely, nem fogadja el egyik kapusra, csak a retry, ami megeszi, abba tudom bedobni, ami annyit jelent, hogy ürök-e kezdenem. Ezt most értelmesen mondd el újra. Hát ezt mondtam az előbb. Van a kezedben egy ticket? Kapok egy ticketet, amire csak annyi van írva, hogy retry. Pirosra. Okay. Igen. És van itt egy gépezet, ami megeszi, és tönkreteszi ezt a ticketet. Csak az az egy fogadja. Mikor eszi meg, és mikor teszi tönkre? Akkor, hogyha beledugom, mivel hogy egyik kapu se fogadja el. Ezt a retry ticketet, csak ez a retry gépezet. Fordított sorrendre gondoltam, egyébként én is az lett volna a következő tippemriban. Mi történt? Szia, Feca! De a nyíl egyértelműen mutatja, hogy ez a sorrend. Amit én látok, van előttem egy papír. Sőt, pontosítok, van előttem három tábla. A bal szélső táblán le van szakítva a papír. És kb. Semmi nem látszik, tehát használt valószínűleg nem veszünk. A középső táblán nincsen leszakítva a papír, mindjárt visszatérek. A jobb szélső táblán félbe van szakítva a papír. De ezt vannak se veszük.
használt. A középső táblán, amit az előbb kihagytam. Színeik vannak a tábláknak? Van egy teljes értékű papír a középső táblán. És a teljes értékű papír alatt van egy világító tiket. Felirat. Nem tudom elvenni. Nekem van egy tiketszes ilyen... Aranyszínű tiket, és van egy aranyszínű csillag. Egy csillag. Na, az aranyszínű világít. Nekem a másik kettőn X van. Igen. Tehát az aranyszínűt kell nézni. Tök jó. A papíron az van. Bal felül egy emberke, aki meghúzza a csillagos kart. Piros nyíl mutat a négyzetre. Onnan piros nyíl mutat a háromszögre. Onnan piros nyíl mutat a pénbólra, onnan piros nyíl mutat a pénzbedobásra, és ennyi. Valamiért nem ez a sorrend, úgyhogy csinálják be fordítva. Csinálják be fordítva, pénzbedob. Na. Pinball. Pinball. Háromszög. Így van. Négyzet. Igen. És kar. Nem, fogja a fejét. Nem jó. Van egy bábú. Nem értem a tiketet. Nekem, tehát vagy az elején, vagy a végén kéne beadnod a tiketet. Igen, nem. Ez ad tiketet, hogyha jól csinálom meg. De nem csinálom meg jól, ezért egy retry tiketet ad, amit csak a retry-ba tudom beledobni, amivel újra tudom csak kezdeni a tiket csinálást. Jó. Ki van takarva, egyébként nem látom a monitorát, szóval az is a lényeg, hogy ne lássuk egymás monitorát. Amúgy Siri van. Szia, Kevin, nem tudom, milyen lóvét akar. Jó, van egy ötletem. Négyzet. Négyzet. Joystick. Joystick, várjál, olyan nincs. Melyik a joystick? Milyen négy vannak? Hát a háromszög kör sokszög. Egy kormány, egy pinball bizbasz, és egy ilyen jobbra-balra ilyen be- vagy kikapcsolt állapotban lévő ilyen kis cucc. Meg a pénz, meg a csillagos kar. Nem kéne bekapcsolni? Működik, hát már egyet már megcsináltam. Van 1, 2, 3, 4, 5 lámpa, abból az első világít, a második villog, tehát a második lépés jön. Nem tudom, Gyüresze, nem tudom. Most megnyomtam a kockát, most már folytassuk, akkor legyen ez a... A következő joystick, és te azt mondod, hogy neked nincs. Nincs, meg adom, úgy néz ki, mint egy paraszt a saktábláról. Hát azt húztam meg eddig pinballgyanánt. Szopacz. Hát az működik úgy! Szopac. Hát akkor mi lehet még a pinballon? Úristen. Jó, akkor kezdjük előről. Hát jó, most már végig kell nyomkodnom, hogy kiadjon valami szart. De az még, hogy lehetett? Hát de akkor mit nyomjak meg a pinball helyet? Egy ovális alakú valami. Hát nekem egy ilyen... Ovális alakú valami. 45 fokban áll. Egy kör, körülötte egy ovális, körülötte még egy ovális. Nekem így néz ki a rajzon. Bazzeg. 45 fokban áll. Egy kör, körülötte egy ovális, körülötte még egy ovális. Ja, hát akkor az a jobbra-balra kapcsoló. Az egy pinball ütőre hasonlít itt a rajzon, egyértelműen. De az nem egy pinball ütő. Az, amit te eddig basztattál, az, aminek neki ütközik a golyó. Amit nem irányít az ember. De én arról beszélek, amit te ütsz, amivel ütöd a labdát. Pinball ütő. Tehát. Vája! Hát üdvözlöm a hajamat. Szívek fullett. Most a sötvét! Melegem lett. Én azt hittem, hogy az ütő alatt azt érted, amikor elindítod a golyót így meghúzva. Istenem. És ezt
nyomkodtam! Lehet, hogy direkt csinálják. Amúgy lehet! Direkt tettek bele ilyet, hogy félre lehessen érteni. Hú, baszd meg! Jaj, végem van. Jó! Mondját sorba. Kezdjük! Csillagos kar. Csillagos kar, igen. Négyzet. Négyzet, háromszög. Ez a... Ezek szerint tekerő. Csúszós kapcsoló, vagy mi a faszom? Igen, és a pénz. És oh, jó volt. Jézus. Nekem nem látszik, hogy az egy kapcsoló, nekem annyi látszik, hogy... Hogy van egy kör, körülöttem egy ovál, és körülöttem még egy ovál, és látod, ez úgy néz ki, mint egy pinball kar. Basszai. Hol a hajom, geci? Megmutathatom, hogy nézed ki? Nézd meg a monitoromat. Hát azért az úgy néz ki, mint de az meg olyan, mint amit kihúzol! Jó, hát ez kiről beszélti erről? Hát én... Lefele! Hát lefele lóg egy kicsit. Na, a faszom lóg lefele egy kicsit. Hát pont úgy itt az. Hogy ki beugrani így? Hú, bassza meg. Az meg, hát. Azon van, az, hogy a Riba nem is arra gondolt. Azt a kis, én... azt a kis pöcköt basztottam, érted? Lefele, hát lefele lőhet. Hú, lesz itt még pár ilyen faca. Szerintem egy montázs lesz ebből, hallod. To know if you're ready to sail the seven seas together? Whether you're sulking swabbies or close-knit coal captains, a crew tight like a knot, or flimsy driftwood in a storm. Well, oh, don't worry, dears. My name is Rena Seaworthy, legendary adventurer and captain of the Friendship. I've seen all four corners of the earth and sailed with the best and the worst. If there's one thing I've learned, it's that only true friends stand a chance. When the seas get rough. You will need communication. De mit villogtat? Most nézem. True teamwork. Balanced and fair. And blind trust. Come fortune or peril. Mi az a peril? If you want my blessing, then show me. What your friendship is made of. Set sail. Enter my three trials and claim your rewards. Bring me a vessel worthy of your bond. It's time. To build your friendship. Folyton kapok a Steve-es izéket. Yeah. Azért is a csükkbentet kapok, hogy levegőt veszem. Yeah. You will need to read your crew like a book. Hát ez a mi játékunk. A kommunikáció az mindig félre megy. Első példa már rögtön az elején. Jaj. Oh, arra mész én erre? Hello. Ja.
kezdődik. Van előttem négy figura, négy oszlopon. Mindegyik oszlopon van egy szimbólum. Várjál, hát fogjam fel, mi van itt. Négy figura, négy oszlop, igen. Mindegyik oszlopon egy szimbólum. Igen, ilyen banánok, meg egy monitor. Hát igen, úgyis lesz félértés fest a szimbólumokból. Meg egy szellem. Van a négy oszlop fölött egy iránytűre hasonlító dolog, egy oszlop közepén. Igen. És ebből a iránytűből egyébként kilóg félig egy horgony. Igen. Oké. Egyeztetjük a szimbólumokat? Egyeztetjük. Van egy monitor. Monitor? Aha, ez egy monitor. Oké, nekem nincs. Nincs monitorod? Akkor tévé, vagy valami, ami kocka és olyan, mint a lábai lennének, és egy pöcök a tetején. Nincs. Jó. Van egy banán, amin egy karika van. Nekem két banánból álló banán fürtöm van. Aha, olyanom is van. Oké. Meg van egy olyan, mint egy szellem, aminek a feje tetején van egy tál. Vagy olyan, mint egy denevér, vagy valami. Nincs ilyen. Jó, akkor gondolom az kell, ami neked is, meg nekem is van, nem? És mit csinálsz vele? Semmit nem. Interact. Nekem van ilyen. Nekem nincs interact. Jó, akkor majd én megnyomom. Megnyomtam. Mit nyomtál meg? Hát azt, ami neked is volt. Ami mi? Hát a két banán. Uha. Oh. Hello? Meg, nézze jobb, majd. Jaj, úristen! Két oldalán vannak. Iránytűket látok mozogni. A két oldalán. Ja, van egy iránytű, ami most előre mutat. Ja, nem, most körbe ment. Nem tudom, mi volt ez. Már vége. És mutat egy bábú. Az ujjával. Nem látok semmit, függönyával húzva. Most nekem is elhúzták. Megjegyezted, amit kellett? Hát körbe ment az iránytű, és mutatta a babany, és táncolt közbe. Várjál, most egy másik mozog. Itt most vannak ezek a tiketek, ugye az arany, az ezüst, meg a bronz. És egy csillag. Ide be kell dobnom egy tiketet. Értem. Honnan szedek tiketet? Nem tudom. Ó, megint van egy ritra, izé. Bazzak, most... És most, izé, honnan szedek ide bele tiketet? Nem tudom. Friss tiketem. Ó, várjál, itt meg tudok húzni egy csillagot. Egy. Retry. Ó, mit kell itt még csinálni? Ez nem volt jó. Az, hogy meghúzom. Lehet, hogy számít, hogy mikor húzom meg? Na jó. Most mi a sötét? Jaj, most újra nyíltak ezek a kapuk. The fuck? Nekem most... Ja, várjál, itt van előttem, oké. Okay. Ó, igen, most nálam vannak a te figuráid. Jaj, most nálam a tiéd. Nem, itt nincs banán. Banán karikával. Nincs. Egy darab banán karikával. Nincs! Egy gomba, aminek szarvai vannak. Olyan sincs. Egy denevér, aminek a fején egy tál van. Az van! És dupla banán. Olyan nincs. Most nyomja meg a denevért? A tállal a fején? Nem tudom, hogy ugyanazt kell-e, ami mindkettőnél van. Hát mi más? Próbáljuk ki most azt, hogy... Egyszerre húzzuk meg? Én nem tudok meghúzni semmit. Ja, te nem tudsz semmit? Hát akkor megnyomtam. Pirosan világít. First round. Oké, ezt már egyszer hallottuk, nem? Várjál, most látok három ikont. Vagy négyet. Madarak! Vitorláshajó, egy banán és ilyen monitor négy fele osztva. Lehet ezt kellett volna néznem. Madarak és vitorláshajó volt. Monitor négy fele osztva, és mi volt az öt negyedik? Nem emlékszem. Lehetsz bármit? Hát, csak meghúzhatom ezt a kart ezzel a szarom megint. Húzd meg! De biztos neked nem kellett semmit, csak csinálod? Biztos, mert nem látok semmit. Abszolút. Nincs semmi kar, el vannak húzva a függőnök. Nem lehet, hogy itt meg kellett valahol amit húznom? De lehet.
időn belül. Tehát volt egy tájban, az időnk lejárt. De én azt hittem, hogy annyi időnk van megjegyezni, és utána válaszolok. Én is! Nem azt, hogy az időn belül kell. Jó, de akkor... De hogy tudsz interaktálni. De nem is néztem, igazat megvalva. Na jó. Van itt két madár a fölsőn egy tál. Igen, nekem is van. Van itt egy ember, aki jajveszékel. Olyan nincs. Van itt egy denevér a fején egy tállal. Olyan is van. És van itt egy dupla baránigenyó. Olyan nincs. Baszki, akkor most kettő is van, ami egyforma. Akkor mi van? Egyformát kell, vagy nem egyformát? Hát mivel hogy kettő van, ami nincs, van egy tulipán fejű ember, aminek a feje fele van a tulipán, és eltakarja a fejét. Ugye a dupla madár tállal, azt húz meg, és a denevér a fején tállal. De csak egyet tudok. Dupla maradt, húztam. Na most nem jár az időm. Most van megint négy ikonom. Egy halacska-szerű, egy csónakban egy napernyő, egy emberke, aki felhúzza az egyik térdét és így int, és egy Scarabeus. Ezeket még sose láttam ebben a játékban. Egyiket se látod? Mert egyiket meg kell húznom. És első valószínűleg jó volt. Mert tovább engedett egy ilyenre. Húzd meg az embert, akinek felhúzza a térdét és integet. Jó. Jó hangja volt, nem a tüdőnk. Aha, igen. First round. Hát, megint valami idő van. Jó, van egy tulipán, van egy köcsög, aki integet egy karikával a közepén. Nem. Van dupla madár és dupla madár tállal? Dupla madár tállal. Azt nyomjad. Ez jó volt. Jó volt. Két lápánk van. Jó. Mondjad. Vitorláshajó, ami le van rubinozva. Igen. Egy telefonszerűség, a vitorláshajó. Meg egy Scarabeus. A tulipán is van, feje lefele van. Igen. Bazd meg. Tulipán vagy vitorlás, gyerünk! Vitorlás! Ez is jó volt. Jó volt. Madarak tállal! Egy körülményből kihasít egy háromszög. Egy vitorlásra jó, egy nem tudom mi a faszom, és egy gomba, aminek szarvai vannak. Jó, ez a vízbasz. Mondjad. Egy köcsög, ami integet, egy vitorláshajó, ami ki van kötve, egy ember, akinek fel van emelve mindkét keze, és egy Scarabeus. Vitorláshajó. Nem volt jó! Négy lápánk van, miért? Igen? Ja? Olyan hangja volt itt, ha nem lett volna jó. És akkor most már csak tudom ezt a izét húzni. Hagyjad ide. Négy! Retry. Nem volt jó valami. Megint retryos izétiketet kaptam. Nem értem. Nem tudom, hogy az kell, ami nincs, vagy az kell, ami van. Az kell, ami mindkettőnek van. Na jó, kezdődik. Jó. Tulipán. Fölhúzott térdel integető ember, egy tulipán lekonyolva, egy vitorlás, aminek nincsen ki x-elve, és egy ember, akinek föl van emelve mindkét keze. Na várjál, mert tulipán van, mind a kettő lekonyolva, az egyik olyan, mint egy ember fején lenne, a másiknak meg csak egy tulipán. Úgy néz ki, hogy egy U betű feje lefelé fordítva, középen elfelezve, és ki van egy pöcse. Jó, akkor az lesz. Jó volt. Jó, van egy faszom, se tudja mi a geci. Egy ember fölemelt két kézzel, egy Scarabeus elfelezve, és egy dupla banán. Scarabeus. Lehet, hogy van, lehet, hogy amikor azt hiszik, hogy több is van, ami ugyanolyan, akkor nem ugyanolyan, mert van egy pici különbség. Jó. Tulipán fejű. Igen. Egy ember, akinek föl van húzva a térde, de nincs fölemelve a karja. Gyorsan, mert lejár az idő. Egy tulipán lekonyulva, és egy vitorlás. Jó, tulipán fejű. Jó, mondjad. Tulipán fejű, egy halacska, ami úgy néz ki, mint egy szem. Aha. Egy halacska, ami el van felezve. Jó, a szemes hal lesz. És egy derékszög, nevezzük annak. Derékszög. Hát ez nem volt jó. De ne nyomj rá rögtön az elsőre, ami hasonlít, mert lehet, hogy csak hasonlít. De nem volt jó, de bazzeg, egy olyan volt a hal, mint egy szem, és a derékszög meg... Mitől derékszög? Volt egy derékszög és egy karika is. Igen. A karikát nem mondtad! A derékszög karikával. A karika miatt nem azt választottam. Azi, kérdezz vissza! Hát de nem, lejár az idő közben mindjárt! Hát egy másodperc volt hátra. Na jó, kezdjük. Oké, egy vitorlás, ami nincs kikszelve. Egy darab banán mindenféle extra nélkül. Egy tulipán fej mindenféle extra nélkül. És egy derékszög egy karikával. Jó, banán. Mondjad. Ez Scarabeus elfelezve. Igen. Egy ember, akinek felhúzott érde, de nem integet. Olyan nincs. Egy gomba, mindenféle extra nincs. Nélkül. Dupla madár tálal a felső. Ó, bazzeg. Scarabeus is van, meg dupla madár is. A Scarabeus, a dupla madárnál a felső miatt áll van. Igen, mind a kettő ugyanolyan. Ó, bazzeg. És ez nem jó. Föl van emelve a Scarabeus-ok karja.
Skarja. Hát arra már nem emlékszem, hogy milyen volt. Bassz meg ez ilyen fasság. Nem ilyen picik, azt kell egyeztetni. Igen, valószínű. Kapd be. Kezdjük. Kezdjük! Az elsőt van időnk megbeszélni egyébként. Jó. Nincs Diner. Fölhúzott tért. És így nincs fölemelve a keze. Nincs. Kérdezz meg, hogy is fölemelve a keze? Jó, nekem integetős van. Jó, de ha nem látom, akkor úgyse érdekes. Egy vitorlásom nincs kixelve. Xelve? Igen, nincsen felosztva négy felé a vitorlája. Ja, nincsen sem erre se. De nekem oldalról van a vitorlája. És föl van emelve a két karja. Igen, olyanom van. Meg egy... gomba, mindenféle. Nem, olyanom nincs. Jó. Szóval... Oké, egy hal, amiben van egy szem. Egy denevér, aminek van a fején egy tál, egy gomba, aminek szarvai vannak, és egy tulipán fej. Kérdezz vissza. Egyetemi volt. Vissza. Egyetemi volt! Jó, nem baj. Egy derékszög egy körrel rajta. Nincs. Egy gomba, aminek szarvai vannak, egy tulipán, lefele néz, és igen, egy darab banán. Jó, tulipán. Oké, okay. Lehet könnyebb lett a játék. Madarak. Egy tulipán fej. Nincs. Egy hal szemmel. Nincs. Egy felhúzott tér nem integet. Igen. És dupla madár. Ó, a dupla madár is, amely felhúzott tér is. Semmi extra. De mind a kettő van! Ó, oh, jó. Ez lett a jó. A térdes. Jó, mondjad? Egy köcsög, aminek fölneveve a keze, és van benne egy karika. Nincs. Egy vitorlás, ami négy fele van osztva. Nincs. Egy tulipán fej, ami nem... Nem, nem igen, fejű, hanem a pöcse van. Jó, a tulipán. Öldöm! Úristen, ez végülösebb lesz, bazd meg! Ja, még van! Mi? Kérdőjel! Bábuk vannak, tulipánfej, esernyős csónak, gombaszarvakkal és két banán. Gombaszarvakkal. Nyomni kell valamit? Nekem kell nyomni. Mondjad őket. Tulipánfej, egy szög két karikával, felhúzott érdő integető és egy tulipán. Most te mondod? Nem. Gombafej, vagy mi gomba a szarvakkal, tulipánfej, denevértállal, és Scarabeus elfelezve fölfele nyúlok áll, lábakkal. Ó, bassz meg. Scarabeus fölfele, derékszög karakával, egy sima gomba, meg egy Scarabeus, vagy valami köcsög karikával a testében. És felemeli a karját? Igen. Scarabeus gond nem volt elfelezve. Nem tudom. gomba, ami háromszög alakú, egy felhúzott térő nem integetős, egy monitor, és egy halacska, aminek így a... nem tudom. Fura. Jó. Jó! És még! És még négy van! Úristen, még négy van, amit kell csinálnunk. Izgulok! A monitor és a 4X ugyanaz. Úristen, két oldalt van! Madarak tállal, te mondjad, két banán, úgyhogy lejár az idő, tulipán fej. Ez a másik oldal! Egyik se jó. Nem tudom, egyik se volt. Vége van? Nem tudom. Ja, kaptunk egy ezüst tiketet, szerintem. Ó, oh, fölmegy a tiketig, igen. Ezüst tiketet kapunk, nem maradjat vele, baszta. De várj, ezt nem a retrybe kell ugye dugnom. Mert nem akarok retryolni, ezt valahol be kell dugnom. Ugye? Ide. Over here. Nyugodj meg. De monitornak hívtad a vitorlást, ami egy fele van osztva. Mert volt rendes vitorlás is, ami oldalról volt. Az egy de monitor volt. De szemből van egy vitorlás, ha jó. Nem! Olyan nem amúgy volt. Amúgy már, mi a különbség? Vitorla? Vitorlás. Vitorlás, ha jó volt. Értem, de a vitorla volt. De alja is volt, amiről én beszéltem. A monitornak meg csak lába volt. Most mi történik? Azt nem nevezném lábda. De az egy tévé volt, ami monitorra fog. Ez most mi volt? Jó, hadd szálljak már vissza, mi a fasz van. Kiszti, most semmiből sétált. Volt sima hajó, meg vitorlás hajó, meg monitor is. Iszonyú nézve, meg. Szörnyű. Minden volt. Szörnyű, kíváncsi, mikre mit hívannak.
What use is that if you don't act as one? The next trial will test your ability to coordinate, compromise, and collaborate. Will you rise to the task? Jóri, bonus, csak még a bonus az arc minket, hagyd abba. Yes, hát ez is minden tír alatt. Kavi szint. Á, Isten, már szaladsz is. Persze, hát mit pöcsöljék? Elköszönni, meg ilyenek. Kap be. Kap be. Ó, oh, hello. Ó, oh, mi a fasz. Ja. Yeah. Szia. Hello. Ugye be tudok dobni egy pénzérmét szerintem. Jó, itt meg tudom húzni a csillagos kart. Mit kell itt majd csinálni, úristen? Rosszul néz ki nagyon. Nekem ez nagyon bonyi. Ez nagyon. Ez nem vicc. Azt a kurva élet! Nem. Alt F4. Ez túl bonyoló volt. Oda nem lehet bemenni? Jó, oda nem lehet. Akkor van egy A, egy B, egy C. De is van egy az eredményjelzőt? A ties remaining? Nem. Na, én ilyet látok. Elbaszott kör, világító vízcsepp, világító falevél. 0-0-0. Nem. Ilyen nincs. Ja, de azt hívják ennek? Jó, igen. Direkt már mi szomorít, hogy azt mondjad, hogy piros, kék és zöld. Neki van többféle játék. Igen, van egy A, egy B és egy C. Igen. Meg itt ez nem tudom mi. Az A, az félig, ja, ez gyűjtök össze. Mert mit akarsz tudni? Nekem nincsenek ilyen színek. Nem tudom, hát, melyikhez menjek. Hát, hogyha az állati lyuk közepén nézed, akkor nincs színe. Állati lyukban egy tile van, amit ide le tudok rakni. És ez a tile, ez nem színes? De, ilyen akkor színes. Mi a fasz? Elindítottad? Úgy tűnik. Ijesztettél! Zöldök, piros van rajta. Ú, mik azok a számok? 21-18-12! Jézusom! Mi történik? Ez egy fasság. Megfélek! Ide megyek, ezzel mit tudok csinálni? Le tudom venni. Ups, egyet kidobtam, és szerintem ezt már többször nem lehet felvenni. Na mindegy. Hova kell ezt tennem vajon? Számít, hogy hova teszem? Valami, hogy össze kéne ezeket... Látom, hogy hova próbáld rakni. Egy piros kört kéne csinálnom középre, vagy mi? De ezeket tudom mozgatni, mert már nem vannak. Ebben nem lehet kört csinálni. Milyen színűt van? Hát zöld van rajta, egy piros. A piros az egy félkör, a zöld viszont egy hiányos fél. Egy kör, egy félkör hiányzik, és a fele a zöld amúgy. Ez esküszöm, nincs kedvem. Akkor egy fasság. Jó ég. Nem tudom, így? Vagy... így? Nem tudom, leteszem, mi történik? Nem tudom feltenni az, felvenni az összes a többit. Van egy tiszta piros, egy tiszta zöld és egy kék-piros szarom. Táblát, tehát... Jé, várja, ott van valami, ami regi... mutat valamit. Várja, várja, várja. Azt kéne kirajzolnom. Ezt akarom kérdezni. Regi, van előtted egy tábla rajta, egy rajzol... Igen! Ami rajta van, 4-2-0? Nem. 0-2-3 van rajta. Nem mondtam, hogy a játékot. Miért kell ilyen bonyolult fosságot berakni? Lehet, hogy... Ezt nem tudom levenni már, amit ide tettem. Mit csináltam? Nem tudom. Levettem. És visszaraktam. Melyik szint vetted le, és miért az? Egy pirosat. Az a C-nél volt, de visszatettem. Van egy, amin zöld és kék van. Meg van egy, amin piros és kék van. Nem tudom, itt most mi van.
ez most jó itt, vagy nem jó? Sehogy se jó. Nem értem. Nem tudom, de ezt a pirosat leveszem, akkor... Ez nagyon szar. És ide leteszem. Nem tudom. Így. Ah, várjál, most fel tudom venni. Érdekes. De a többit nem tudom felvenni, csak ezt. Oh. Most már nem tudom felvenni se. Három. Az jó? Vagy nem jó? Nem tudom, figyelni, hogy mi történik. Egyszer három, az mi? Jó kérdés. És ott nulla szor nulla. Három, kettő, nulla. Az meg. Ezeket a fényeket te mozgatod? Most a jobb felső sarkán vagy a táblának? Én mozgok a táblám. Most a jobb középen vagy. Aha. Ha nem blognál, amíg közül próbálom be az összes, hogy hol vagy, az sokat segítene. Nem tudom, hogy te mit látsz, szóval itt nehéz. Menj a legaljába a táblának. Az a legteteje, ugye? Nekem ez a legalja. Ó! Ó! Menj a legtetejébe. Aha. Itt van a tábla nekem. Hallott, fordva. Minden kell néznem, hogy azt lássam, amit te látsz. Várj, az a fény, az te vagy, ami világít? Igen. Én vagyok most. Hát te világítasz nekem, hogy hol menjek. Most nálad a legaljában vagyok, igaz? Igen, és oda lépek én is. Igen. Mert egy fényt csinálsz oda is. Igen, ezt mondtam. Így tudtam én is, hogy te hol vagy. Ja. És nálad nincsenek ilyen tájlok, amiket pakolászol? Nekem le van rakva közére. Mondom, látod a fényemet, ugye? Igen. Ami előttem van, annak a jobb alsó része az zöld, a bal oldal az kék, a jobb felső része az piros. Neked is? Kék, zöld, piros. Ott nincs semmi nekem. Itt nincs semmi alálom. Ja, de ott van. Az előtt nem ide mutatál. Hát arról beszélek, mondom, ami előttem van. Ja jó, arra mutass! Amiről beszélsz, mert nem látom, hogy mi az előtted. Nem tudtam, hogy az előtted most van! Most jobb alulra nézek. Oda világít neked? Hát alatta vagy, igen. Jobb alulra, az egész táblát jobb alulra nézek. Oda világítok? Mit tudom én, mi a jobb alja? Nekem ez a közepe alja. Na most a jobb alja van, igen. Oda kell állnom, nem tudok oda nézni. Hát igen, épp ezért oda van rá, amit mondasz. Nem, azt mondod, arra mutass. Hát arra mutass, nálam a fénnyel. Hú, geci. Hát megbeszéltük, hogy nálam egy fény mutat, hogy hol vagy. Tehát, ahova állok, igen. Ott látod a fényt. Igen. Ide állok. Igen. És ami fölöttem van a táblán. Igen. Amire most mi állok. Igen. Az úgy néz ki, hogy jobb alsó sarka zöld. Nekem nem. Nekem a jobb alsó sarka kék. Fura. Milyen faszom értem az egésznek. Tehát most odaállok, ahol te. A jobb alsó sarka kék, a bal szélső sarka piros, és a jobb felső sarka zöld. Ura, nekem nem így néz ki. Akkor nem tudom, értem az egésznek. Itt, ami nálok. Várj, most nincs világítás. Nincs. Kikapcsoltad? Most valami. Ami fölöttem van. Igen. Ott neked van valami? Igen. Én oda raktam egy pirosat. Nekem ott van egy ugyanilyen piros, kék, zöld szélű... Piros oszlop. Oszlop, nem csak egy szaros csepp, egy oszlop. Honnan szesz te oszlopot? Nekem nincsenek is oszlopaim. But. Nincs oszlop. Itt egy ugyanolyan csempe van, csak más sorrendben van a körbe ezek a színek. Mi a fasz? Nem él a bites jós, mert tejet ittam. Már nem, ez tegnap volt. De tegnap nem váltott be senki, úgyhogy... Ó, és az ott mi? Tényleg vannak oszlopok, ott mutatja az oszlopot. Sem értem. 8 darab... 8 darab... De nálam ott van egy ilyen felirat, és csak azt nem tudom, hogy ez mire jó. Ó, ez meg
ezt így magyarázat nélkül, de most egyet tudok csak levenni, ezt. Ezt hol kéne ezt tenni? Hát, rám minden veszélyes, mert én nem iszom, szóval... Én nem iszom, amúgy se. És azt se látod, hogy mit pakolás? Ezt a pirosat, ezt jó erre tettem, mert már nem tudom felvenni. Hát én semmit nem tudok feltenni, amit letettem, csak nem tettem mindent jó helyre. De középről te minket veszel fel, hanem oszlopokat? Középről. Én csak ilyen tájlokat. Oh, hello! Tehát látod, hogy mit látok. Nem? Ha ugrálok. Nekem nem így néznek ki a cuccok. Akkor megnézem nálad, Bizu. Ja, de csak visszatenni tudom ezt a szart. Ó, atyavilág! Ezt elveszem minden. Hát nálam nem így színesek. Ha nem látod, látom. Hogy... Ú, bazd meg. For each corral, the biggest country... Grab... Mi? Neked... Mi? The biggest counts. És nekem ott mit kell? Azok mik? Ilyen csoportokat kell szerintem csinálnom, színcsoportokat, és azzal gyűlik a pontszám. Nem? Nem tudom. De akkor ezt most össze kéne valamivel kötnöm? Ez kék. A kéket a kékkel kéne, de pirosra nem tudom összekötni már. Igen, neked ki kell rakni, mint a dominót, és ahol kiraksz négy pirosat, vagy... Hármat? Három pirosat, vagy... Kettő... Mit tudom, én lerakom ezt ide. De nem tudom. Várjál, ne csinálj semmit. Többit felvenni. Itt most zöldet kéne raknom, szerintem. De nem tudom felvenni. Basszus. Nem értem, de... De azok világítanak, amik össze vannak kapcsolódva, szóval valamit jelent. Te mit csinálsz? Jaj, te... Itt nem engedi letenni. Hát te neked elkékült valami? Ez jó lett. Nem tudom, de jó lett. Most kaptam új tájlokat. Most teljesen zöldet, teljesen pirosat kaptam, meg egy kékes pirosat. Várj, lehet, hogy megértettem. Én nem. Ön a pirosat tudom csak levenni. Nem értettem. Nem változik nálad semmilyen színettől, amit csinálok? Nézd a pályát. Nem változnak. Azok fixek. Ez egy szar. Egyezzen. Hát akkor soha nem leszünk kész. Hogy kéne egyezni? Hát nincsenek is olyan tábláim, amiket... Én ezeket nem tudom már felvenni. Amik már le vannak téve. Az a baj. Ezért nem értem. Itt tudom én. És ezt letettem, akkor mi van? Nézzek kintet, mert ez nevetséges. Kint? Jó, ez is van tényleg. Próbáld meg, úgy összekapcsolni az összes pint az egyező színből, hogy egy csoportban legyenek. Ha többet van, a legnagyobb csoport számít. Pins of the same color. Mi számít pinnek? Mit hívunk pinnek? Neked azok az oszlopok szerint, Alfinek. Hol látod? You need to raise all three coral scores to succeed. Ezeket már nem is tudom írni. Most össze van kötve két piros. Valamit csinálj már. Jó, letettem akkor ezt ide. A 12-t el kell érnem a pirosból. Igen, látom én is. Nem, hát... A kékből meg a... Nem tudom. Vagy várja, nem, az nem. 12, 18, 21, az csak az, hogy hanyadik szintre kerülünk.
Most hatnál járunk. Megfogok még egy pirosat, azt ide rakom a faszomba. Három pirosat már összekötöttem. Öt. Tiles remaining. 16, 18. Ki kell maxolni a pirosat? Várj! Várj! Lehet, hogy értem. Ja nem, de... Lehet, hogy értem. Tegyél le, hogy olyat a... Látod, hogy hol állok? Igen. Van erőd, amiben van piros? Csak piros van ennek a sarkán. Akkor hozz ide egy pirosat. Az van a kezembe. Tedd le ide a pirosat. De merre nézzen a piros? Így nem kötöm össze semmivel se. Nekem ide való a piros. Megnézem, vagy mit ide. Lesz. Nem tudom, Regi, bakker. Hát valamit csinálj meg. Hát de ki kéne maxolnom? 3x6. De többit meg még nem is számoltuk. Kék meg zöld nincs is. Tegyed már valahova! Most messzire viszed, nem oda, hova kérem. Én itt világítok. De ott nem jó a piros. Jó, és itt? Ott sem, nincs közül. És itt? Többit nem tudom felvenni. Nem, ott jó. Tedd ide akkor, I guess. Na! 32 piros pontod van. Most két full kéken van. És kéket kéne gyűjteni. Gondolom leveszem ezt, mert ez kék. És hát... Ide tudsz rakni kéket? Hát ott pont nem ér össze. Akkor nem tudom, ide? Hol állsz? Oda teszem, igen. Oda tudok. Tök mindegy, mert csak pirosat tudok tenni, és nem akarok pirosat tenni, de muszáj. Köcsög a játék, kidobom a picsába. Jöhet a kövig. Hát... Van kékem, nagyon jó. Egy pillanat. Ebbe van csak kék. Nem kell kék. Ja. Nekem kell. Ezt nem tudom elvenni, még csak pirosat tudok elvenni. Az meg már megvan. Én ennyi voltam, te ragd le, milyen színűt van? Csak piros volt, amit el tudtam venni. Zöld kéne, egyébként. De... Zöld nem is volt köztük. Zöldet van? Most van egy, ami zöld is van. Ne, de ezt nem tudom elvenni, mert valamit elvettél. Istenem. Csak pirosat tudok megint rakni. Vagy kéket. Zöldet le tudsz rakni? Ha ezt elveszem, igen. Ja, elveszed azzal, nekem elveszed a lehetőségemet. Aha. Úgy rakd le a zöldet, várj egy picit. Csak ide tudom, ahogy összeérjen. Sehova máshol. Ide le tudod? Ott nincs semmi, amivel összeérne. Ide le tudod? Csak kékkel érne össze. Itt. Kékkel. Itt. Kékkel. Itt. Pirossal és kékkel. Csak ahova tettem, ott van zöld. Itt. Ott se ér össze. Ez most már itt se. Sehol. Csak egy helyen reteltem. Már is tűnt, már nem is tudom felvenni. Már csak egyet tudunk tenni. De nem tudok olyat tenni, amit... Kész. De... Rossz. Nem tudom felvenni ezt a szint, amit... De van szarva. Tök mindig mit csinálom. De csak pirosat tudok felvenni. Tegyed a picsába, haladjunk, rezetelődjön. Nem fog rezetelődni. És most? Reményeim szerint vezetelődik. A zöld világít. Ezzel most mit értünk el? Nem tudom. Most ki kell menni innen? Ó, most nálad van ilyen karhúzás lehetőség, hogy tiketet adjon.
De nem jött össze. Na jó. Most erről tudjuk kezdeni? De figyelj, nem mondom a lényeg. Szerintem. Lehet, hogy hülyeség, de elmondom, mi az elméletem, oké? Oké? Na já. Igen. Mondhatom. Mondjad! Berakod le a csempéket, és attól függően, hogy milyen csempét raktál le, attól függ, hogy én mit rakhatok rá. Oszlopot vagy pint. Igen. Akkor először mindig nekem kell választanom. Úgymond te alakítod ki a terepet, én pedig felhasználhatom a terepet. És az a lényeg, hogy nekem ki kell alakítanom 4-es vagy 2-es csoportokat. Ami azt jelenti, hogy egymás mellé rakok 4 pirosat, vagy egymás mellé rakok 2 zöldet, hogy összeköthető legyen. Uh-huh. És, ha jól értem, mindegyik színből el kell érni egy szintet. Igen. Oké, tehát... Ja, és ráadásul, hogyha én elveszem az oszlopot... Akkor én már csak azt a tájt adom. Akkor te azt a tájt már nem veheted el. De azt vettem el, ahonnan elvettél. Igen? Ja. Csak biztos? Azt, csak azt most, vehetem ezt, el. Ezt visszavonható, szóval... Most csak ezt tudod elvenni, teli pirosat? Nálam nem teli piros, hanem háromszínű. Háromszög? Háromszínű! Minden három színből van rajta. De ez nekem pont nem való ide szerintem. De hadd nézem meg ezt, hogy ez mit tud. Aha. Ez nem jó. Mitől lesz nem jó? Tehát, hogy te mire alapozod azt, amit csinálsz, bármit is csinálsz, azt mi alapján hozod meg azt a döntést? Ezt mondd el nekem. Ez jó. Hát több mindenhez is illik, és nem csak azon, hogy odarakom, aztán nem kapcsolod semmi vissza, más. Hogy lássam, várjál, nem kell, megnézem a pályádat. Mi a logikád? Hát az, hogy úgy tegyem le a tájt, hogy piros az is, meg zöldre is érintkezzen, amiben piros is zöld van. Csak így tudod letenni, igaz? Nem, bárhogy le tudom tenni, csak akkor nem lesz csoport. És te miért akarsz csoportot? Mert azért kapom ott a pontszámokat a táblán. Biztos vagy benne? Aha. Akkor növekedett, hogyha én csoportokat raktam le. Én ezt így értelmeztem. Jó, tedd le. Ezt a megoldást táblát, ezt nem értem. Én sem. Két pontot ér, hogyha úgy érnek össze... Hármat, hogyha úgy, nem tudom. Mivel ez nem olyan alakú, ami itt van, ezért... Letetted? Letettem. Ha megpróbálok kialakítani egy zöld csoportot. Csak erre tehetek. Ja nem, bármelyikre tehetek zöldet, akkor teszek erre. Na mit ad ezért? Kaptunk egyszer három. Nem tudom miért egyszer három. Tehát mert három darab zöldem van egy csoportban. Lehet azért? Lehet. És akkor most ide... Melyik illik? Mindegyikből 12-t kell elérni, szóval a zöldet próbáljuk meg tovább valahogy vinni. De van zöld oszlopom, ezt ne lőd ki ezt a lehetőséget, nem tudom, hogy lőtted ki. Kilőtted, nem jó. Várjál, csak megnézem, hogy ez hogyan illene ide, pedig ez itt oda lenne ide. De nem jó. De miért nem jó? Hát nem nekem... De nem tudom felvenni a zöld oszlopot, amivel pontot szereztem. Ó, de pont az egy jó neked, ami nekem pont nem jó. Le tudod tenni bárhova? Hát, csak ez a legszarabb. Mert ezen csak egy darab szín van. Letetted. Gondolom az a lényeg, hogy minden nagyobb csoportokat csinálják, szóval akkor ezt nem kéne bezárnom. Jó, lesz, ha beletettem, nem várok rá tovább. Kettőször. Ezek, nekem ezzel nem növekedett semmi. Már nem tudtam csoportot kialakítani. Mi nem növekedett neked? Nem értem. A pontszámom, nem tudtam csoportot kialakítani. 0-0-6 a pontszámom. Miről beszélsz? Hát de a pirosat tettem le, és mégis lehet nagyobb a piros, érted? De nem a piros a tied. De! Piros volt nálam! De nálam piros volt, és azzal nem tudtam semmit se csinálni. Mert az volt a legszarabb, amit be tudtam tenni. Szerintem együtt dolgozunk az egészen. Jó, de baszki, ha én olyat teszek le, amivel nem haladok sem erre se, az nem jó. Miből veszed, hogy nem haladsz vele sem erre se? Hát mert ezzel csak csonkokat tettem le. Olyat kell lerakni, amin a legtöbb szín van, hogy minél nagyobb csoportokat tudjak kialakítani.
Ezt most miért nem tudom elvenni? Ez most nem jó se, hova se. Ez elég furi. Ezt maxit tudnám tenni, vagy... Ja, most nem is tudok levenni a másikat, mert te már levetted az oszlopot? Igen, mert gondoltam, megfontolt döntést hoztál, de hát rosszul gondoltam. Nem, hát oda próbálgatom az összeset. Hát nem tudok jobbat csinálni. Nem tudok most, ne szarom. Geci szar az a játék. Ilyen fasságot, mint ez. De jó ég. Egyetlen fos. Ez se jó. Igen, Reborn, én erre már rájöttem. Mire? Hogy a szorzó egyik fele, én vagyok a másik fele, te. Milyen szorzó? Ott is kibaszott szorzó. Az eredményező táblán. 2x3, 6. De mi a szám? Honnan jön a számoda? Nem értem. 2 az nálam a 2 oszlop, a 3 az nálam a 3 összeérő zöld. Ja. Mindegy, akkor legyen ez. Sikerül még ma letenni ezt a faszopotájt? Megőrülök. Letetted? Igen. Olyan már. Egyszer nulla. Az jó. Mivel nála nulla pontot ér az, hogy egy darab kék van, és tehát ott van nálad. De most össze tudok kötni két kéket. Ott van nálad a tábládon, hogy... Ezt, ha lerakom, meg akarom nézni, hogy ez mit csinálnak. De raktál valamit? Nem, csak ide hoztam, hogy ez mennyire jó. Hú, ez azért jó. Ott van a tábládon, hogy mi mennyi pontot ér. Hol? Mi mennyi pontot ér? Nullát ér a félkör? Kettőt ér a... mi? Igen. Miért ér nullát bármi is? Nullát ér, látszik a kékünk azért egyszer nulla. Milyen van rakva egy kék oszlop? Nulla a szorzó mögötte. Nem, ez meg. Alap egy, a szorzó nulla. És akkor ez így most, ezt lerakom, ez... Vagy fordítva? Egyszer... Szerintem ez most jó így, ha lerakom, nem? Most amit te viszel, az jó? De te lepakoltad végre? Igen. Mert megőszülök. Zöldet tudok emiatt csak letenni. Sikerült a kékekből összeraknod egy ilyet, ami 3-at ér? Nézzük. Szerint... Van egy teli piros. Neked mi kell, melyik? Mindkettőnknek ugyanaz kell, növelnünk kell mindent. Pirosat. Mindent növelnünk kell. Pirosat, akkor ha ezt elviszem. És mondjuk ide teszem. Ez egy csoportba kerülne, és akkor teli pirosra lenne. Jobb lenne, ha ide tudnád tenni valahogy. Hova? Amiket világítok. Az nem jó nekem ehhez. De ezek nullát érnek, akkor ha ezt leviszem, ez nem is jó. Hát így nem tudok csoportot csinálni itt. Ha ezt rakom ide. Ja, itt ez. Itt tudok. Itt jó? Nem. Több magába fog nekem állni a piros. Akkor nem tudom. Kéket tudod növelni? Kék területet? Jó lenne még letennem oszlopot. De nincs kék oszlopunk, csak piros meg zöld. Ezzel van csak kék.
Vörös meg zöld oszlopom van. A zöldet is kell növelni, még egy oszlopot jól le tudnék tenni, szóval ha bárhogy... Igazából el tudom tenni mindenhogy a zöld oszlopot, csak az a lényeg, hogy ezt vedd el. Nem tudom, hogy jelezzem neked, hogy melyiket át. Mert ott használni, az át használom fel, hát az a legrosszabb, de... Azzal nem tudok pontszámot nevelni. De én igen. Hát ott már 0x6 lesz meg. Elértünk a 12-t a zölddel, ami jó. Most már csak a kéket és a pirosat kell növelnünk, ha jól értem. Hát igen, csak ezt nem fogja tudni csak így növelgetni, 5 évből mindegyik nőni fog. És kéket kéne növelni. Már a piros. Úgyhogy válaszd át vagy szét. Hát már nem csak ám van kék. Ha tudjuk növelni a szorzót is, meg az alapot is, az tök jó. Várjál, miért leteszed. Tudod ide tenni valahova? Ide esetleg? Amiket itt virágítok? Hát ott nem ér össze a kékekkel. Itt se? Itt jó lenne... Ja nem, így nem tudok kéket növelni, csak pirosat. Oké, akkor van egy ötletem. Ide tudod? Hova? Ahol állok. Nem, ott csak zöld van. Ide? Ott csak zöld van. Az meg. Ide egyik helyre se, ide ott csak piros van, de egy magába. Nem tudunk nevelni pirosat. Várjál. Piros, piros. Nincs pirosunk most. Csak kéket tudnék itt nevelni. Ahol állok. Az jó lesz. Ide egy kék mehet? Akkor nem, most máshol állsz. De itt állok, csak előttem van, amikor letesz. Ne előttem, arra állj rá! Ráálltam, ide teszem. Oda teheted. Jó. Piros lett, nem tudom miért. Szerű. Pirossal kéne valamit kezdeni. De nincsen piros táblám. Vagyis ebbe van, de ebbe zöld is van. Nem tudom letenni a kéket jelenleg. Én meg nem tudok pirosat összekapcsolni. Csak itt. Ide tudsz bárhova, de amiket világítok? Ez jó, ahol állok? Nem tudom, hogy milyen színű lesz, ha lerakod. Tedd le. Pirosat kell raknom. Piros lett, igen. Az jó? Nem, nagyon nem. Tudod, hogy piros lesz? Nem tudom. Hát pirosat rakok. Na mindegy, majd megoldjuk. Akkor tegyem ide? Már leraktad, nem? Már vissza tudom venni. Ja. De tudod, hogy piros lesz, amit leraksz? Nem! Mert neked piros lehetőségé válik. Ja, mert pirosokat teszem csoportba ezzel. Gondolom azért. Aha. Mi lenne, hogyha valahogy kékeket raknak csoportba itt? De ahhoz, ezzel nem tudok. Ahhoz akkor másikat kell felvennem. Az baj. Akkor várjál, akkor tegyél pirosakat csoportba. Ez nem jó? Igen. De ezzel meg kékeket tudok csoportba tenni. Jó, jó lesz az is, jó lesz az is. Itt tudsz kéket csoportba tenni? Nézem. Itt. Valahol. Mindegyik jó, amit világítok. Így nem ér össze, nem ér össze, nem ér össze. Itt ér össze egyedül. Az jó. Mint itt, ahol állok. Az is jó. Ez következő körbe fog beérni, most a pirosat leteszem önmagába. Jó. Viszont pirosat nagyon most kéne. Most soha hogy kéket tehetnék le. Ez az egyszer hat, ez kevés. Három van még. Be tudod használni a C-t? Az a legszarabb. Az egy sarok piros, ami nem is jó, akkor fel tudod használni az át. Hát... az se nagyon lesz jó. De megnézem. Vagy ide kéne. Vagy ide, vagy ide. Hát... hát... igazából... piros kell neked? Piros kell nekem. Hát akkor a C-t is le tudom rakni, ugyanaz. Zöld meg úgyse számít, mert... szar. Várj egy picit, nem lesz jó, hogy csinálsz. Várj egy picit. Miért? Veted le a C-t. Miért? Azt mondod, a C vagy az A jó neked? Az át tedd le. Nem tudom elmagyarázni. Az át tedd le.
Ahol állsz, oda? Igen. Nem tudok kapcsolódást csinálni. Csak ebbe a szögbet ez lezárja. Akkor ezt már nem tudom csoportosítani tovább. Majdnem meg vagyunk. Még kéket kéne növelni egyet. A C-n van csak kék. Várj egy picit, várj egy picit. Nekem csak a kék oszlop, csak a B játszik. Nekem meg csak a C. A B-t kell... Nem tudsz kiakítani kéket? Nem, csak a C-n van kék. Oké. Ez baj. Nem tudod... Az A-n egy piros sarok van, a B-n egy zöld sarok van, a C-n van... Ezt nekem nem mond semmit, ezt te érted. Piros meg kék is. Azon van kék csak, és ezt ide be is tudnám tenni, és akkor csinálnék egy jó nagy kék csoportot. Azon, hogy össze van kötve kettő kék, és... De várjál, én össze tudnék kötni két kéket. Egy nagy kék csoportot? Tudod rakítani itt kéket, ahol állok? Nem. Itt? Nem. Itt? Nem. Akkor nem jó. Ki tudsz alakítani itt kéket? Csak itt tudok, ahol állok. Csak itt, vagy esetleg ide. Már egyik se jó, nincs értelme, tényleg. De ha te nem raksz, de én rakok egy kéket, azzal löveledik, attól még nem. Tehát én ilyen tájt rakok, de ha 1, 2, 3, 4, 5 van most csoportban, 6, 7 lesz csoportban. 2x7. Az már jó? Jó, rakjad. És most értettem meg, hogy mit kell szorozni. Nem, nem ér össze. Nem tudom csoportba tenni. Most szivatsz? Nem hiszem el. Hát össze tudom rakni, de... Nem ér össze, szóval csak 2x6 lesz. 2x6 lesz, vagy pedig ide teszem, és akkor is 2x6 lesz. Jó az. 12-t akarok elérni, mint egy hülye. Ja, jó. Akkor ide tettem. Leraktad végre? Igen. Na végre! Ó, és még egyet rakhatunk. Tökéletes, hogy 18-at kéne elérni, egyszerre kéne növelnünk a pirosat, és egyszerre kéne növelnünk a kéket, ahhoz, hogy meglegyen a... Nem, és a zöldet is. Ja, hát... Olyan nincs, ami mint három szín lenne. Szóval... Mindegy, tedd le, haladjunk már. Komolyan, keci, ez... Rég szenvedtem ennyire. Hát ez nekem is... Csinált. Jó van, nem tudom, hiszek valamit, megnézem, hogy ez hova illik. Sehova. Most te vittél el valamit? Igen, de raktad végre? Nem, hát visszatettem, mert nem volt jó sehova se. Nem volt jó sehova se, ezért visszaraktam. Bármit, bárhova, ha kell a kukába dobni, van ott kuka, csak haladj. Milyen kuka? Neked nincs kuka? Jobb felső sorokban, ura. Leraktam. Nekem kell egy pirosat leraknom. Piros hely, hello. Haladjuk a picsába. Megyek a ticketért. Tasszeg, ez a játék. Ez undorítóan szar volt. Ez szar volt nagyon, ez nem tetszett. Gyerünk már. Most mi van? Nem tudom. Most. Ja, most nálam van a ticket. Vagy miért? Ja nem, csak mehetünk tovább. Megcsináltad? Meg igen, nálam van a ticket. Ja, jó. Még fölfelmutott. Ja, nem tudom, melyik be kell bedugni. Hát amelyik olyan szín, amit kaptunk a bronzba.
Abszolút. Hogy fejlesztett a hajónkon, aha. Ja. Ó. Ah. Best keep it moving, shall we? Well done, my dears. But that was the easy part. Let's see how you fare when the seas get rough. Will you weather the storm together? Or will you jump ship? This last trial will demand your utmost devotion. Prepare for the siren's curse. No, igen. Csak egy irány van kiút. És én hova lívelek a vízbe? Ja, nem. Ó, oh, ez te vagy? Hogy nem kerültél elém? Nem állt arra, hogy elmész mellettem. Húha! Menj ebbe. Van egy lépcső is fel. Jó. Nem nyílik ki semmi. Mi jönnek ilyenkor a föntebbi ajtók is? Nem. Szerintem. Nem vagyok. De én. Én menjek be. Mentek én is, tököm 8. Ki menjen be. Megyek. Ah! Kurva élet. Mivel fújtak ezek le? Miért látok ilyen furám? Igen. Megnyomtam egy piros gombot. És most merre? Látlak. Nem nincs tovább út. De van. Ne, ez lesz, hogy te irányítasz engem, hogy hova menjek? Mert én nem látom. Ó, moment, nem. Egyenesed. Ah! Ez lépcső volt? Meddig mehetek egyenesen? Még, jobbra. Teljes egy hajtókanyar? Még, van rajta az igóm. Megjöttem. Vissza. Igen, hogy még. Balra fordulj, neked balra. Egyenesen. Balra. Egyenesen. Balra. Itt már látom az utat. Viszont én ettől megint nem látom. Pillanat. Veszipuzat az. Jobbra kell menned. Rögtön jobbra? Igen. Menj eddig, amíg mondom, hogy meg ne. Jó, itt még látom az utat akkor. Balra. Egyenesen? Pillanat, várjál. Anyád, ez mozog. Te látod, hogy mozog? Aha. Hát akkor menj át rajta, ahogy tudsz. Igen. Miért ugrottál a semmibe? Mert addig ritmusra mozgott, és most nem mozgott arra a ritmusra. Akkor vissza a ritmusra. Nagyszerű, kezdődik előről szerintem. De most nem vagy itt, hol vagy? Anyád, be vagyok. Nem tudok bemenni. Nem tudok semmit csinálni, de kiestem és ennyi. Nem jött ki az ajtó, nem tudom meghúzni se. Hol vagy? Türelem.
What? Ez mi ez a hely? Ó. Hát újra kezdjük, Regi. De hát én itt még nem jártam. Meghúzzuk, kapjuk a ritrányt, megetetjük, meghúzzuk a kart. Ez annyira elbasztott, hogy... De én itt még nem jártam. Hol vagy? Kaptunk egy tiketet. Hol vagy? Kimaradtam a lépcsőházban. Gyere ide az elejéhez. Nem tudok. Ja? Azt hittem bementél. Van egy rossz tiketünk. Menjünk tovább, vagy baszakodjunk? Nem tudom. Menjünk tovább. Mondom, hogy örök kell kezdeni, újra be kell menni az ajtót, illetve mit csinálsz, visszakalamolsz. Mi történik? Hol a tiket? Hát nem vetted ki a kezedbe? De, de nincs itt. Mi a faszom történik? Biztos, hogy bronz volt, és nem... Azt mondja. Hogy? Hát? De... Nem is lehet bemenni. Biztos, hogy te benne vagy az egy tiket, és nem egy retry tiket? Claim your prize back to the ship, ilyeneket mond. De nem claimelted a prize-t, olyan hangja van. Claim your prize az az, hogy bedugod a tiketet. De ezt meg kell húzni. Nincs is kezedben. Már meghúztam korábban, fölmegy háromig. Kettőig. Fölvettem, igen, valad. Előbb ugyanezt csináltam, csak eltűnt a kezemből. Hát akkor elhagytad. Nem tudom. Egy. Annyira építi hajónkat, amilyen szintiket nem megyünk tovább. Úgyhogy egy szar lesz a végén, mert folyton bronzzal megyünk tovább. Én még néztem volna tovább ezt a játékot itt mondjuk. Egy csomó olyat kihagytunk, ahol irányítani kell. És láttam máshol, hogy csinálják. Miért ez a vége? Nem tudom. Mire beszélsz? Hát, hogy ott volt az, a, az, amit vakon lehet csinálni. Én kérdeztem, hogy csináljuk-e tovább. De most tudja kell erre csinálni még egyszer? Vagy már nem? Megvárom. Nem. Érted, megkérdeztem, hogy elég-e a bronz, vagy szívjunk tovább, mire te elindultál. De én azt sem tudtam, hol vagyok, én csak elindultam, hogy elkezdjük. Oh dear. Most hol a felirat? Nekedem a felirat? Bravo, dear! Bravo! You've passed my three trials. Now come here and show me what you've built. Oh yes, you have all the qualities of a legendary crew. With a friendship like that, you will make big waves. How big? Well, that's up to you. You are ready. I give you my blessing. Off you go, dears. Fair winds and farewell. Jézusom. Aha. Tudik el, hogy a jó hajó, ne törjünk itt össze, mi? Ennyi volt. Hát nem is volt benne semmi, amit láttam. Többet kellett volna csinálnunk. Nem voltak benne, amiket izé...
Csomó rész nem volt benne, ami érdekelt. Hát ez szomi. Akkor először ott benne tovább kellett volna csinálni azt a harmadik játékot. Abba lettek volna azok a részek. Ott volt a pálya, láttam. Én megkérdeztem, hogy játsszuk tovább azt a részt. Há, azt is mondtam, hogy játsszuk tovább, csak aztán te meg kivetted a tiketet. Miről beszélsz? Dehogy mondtad. Nem tudjuk onnan folytatni, ha egyszer megcsináltuk. The last trial, itt egyébként elmondta a játék. Igen. Igen. De mi az, hogy trial? Azt nem tudom, mit jelent. Próba, azt jelenti. Ja. Azt hittem, hogy... valami más jelent. Ezt beugrottál a szabadékba, ez nagyon vicces. Eltudta, vagy az a vége. Amúgy azt hittem, hogy kiválaszok valahol, azt csak. De mondom, direkt figyeltem, hogy így nyílt, így zárt, így nyílt, erre ugrottam, és ugrottam volna állat a kövére, mert hogy akkor kellett volna annak nyílnia, de nem nyílt. Mert lehet, hogy ha rajta állok, akkor már máshogy nyílik. Kaptunk, figyelj, kaptunk egy tiketet. Hol vagy? Hát ha nézed vissza. Gyere ide az elejéhez. Van egy bronz tiketünk. Menjünk tovább, vagy basszakodjunk. Nem tudom. Menjünk tovább. Hát menjünk tovább játszani, igen. És akkor mi a basszakodjunk? Nem tudom. Na látod? Én arra gondoltam, hogy menjünk tovább alatt, hogy játszunk tovább. Ha menjünk tovább, pedig menjünk tovább a hajóval. Én nem úgy értettem. Szóval te választottad, hogy menjünk tovább. Nem úgy értettem. Hát ez szarígy. Mivel, hogy láttam, hogy itt olyan pályák jönnek, amik érdekelnek. Újra, de hogy is Isten, vegyes, hogy még egyszer azokkal a tájlokkal játszok. Az nem tetszett. Csak az utolsót próbálnám újra. De gondolom nem lehet csak az utolsót. Vagy nem tudom. Nem is vagyunk együtt, most hogy kell emailni. Menjünk tovább, hogy baszakodjunk. Menjünk tovább. Maradjunk. De hát még próbáltam folyton meghúzni a kart, hogy bemenjünk. Nem értettem, miért nem működik. Miért vagy most itt kétszer is? De most arra vagy kíváncsi, hogyha megint vellek. Bezártam a játékot. Vagy akkor tudjuk-e kezdeni onnan? Most nem jutott vissza, mert akartam nézni. Hát ha enged benne, így hogy játszottunk már egyszer választani részeket, vagy nem tudom, mentések vannak, vagy ilyesmi. Ah.
Most mire várunk? Semmire, régen van. Hát én rád várok, hogy csináljunk valamit, hogy nézzük meg, hogy lehet-e benne tekerni, vagy előről lehet-e kezdeni. Hát... Akkor mondd azt? Hát ezt mondom, és azt hittem, hogy... Nem, azt mondod, neki ezt mondod, mert bezártam, hiába inválsz, és ennyi. Én lezártnak tekintettem. Hát nem figyelsz. Mondjad, hogy rám vársz, honnan tudjam, hogy rám vársz? Honnan? Nem, mert mondtam. Szia, Joker. Próbálom kijelenni ezt a szart. Kicsi szar volt a közepe, de jó ég. Egy szar. Eddig? Hát vége van. Mi az, hogy change? Arra nyomok, hogy change-el. Nyomjál rá és nézzük meg. Rányomtál meg? Aha. Csak újat lehet csinálni, vagy itt van continue, 100%. De hát ott, itt continue-lok a 100%-on. Nem tudom. Most ha belemegyek, akkor nem onnan fogja csinálni. Nem lesz elrahant. Kezdjük újra. Gyorsan megcsináljuk már. Azt mondod? Most már tudjuk, mit kell csinálni. Az is igaz. Jó. Az ábrás jó volt, meg... Nem tudom. A másik ja, szemszögéből. Az igen, igen, cseréld meg a rólokat. Ez nagyon jó ötlet, Gyuresz. Jó. Szóval nem lesz R6. Csak ezzel játszunk, de akkor mindjárt akkor vagyok pisilni. Még ma megcsinálod a rólokat és elindítod. Mit kell? Ja, hogy swap roll. Igen. Jó, mindjárt pisilnem kell. Kukizott a ketchup. Bravo, dears! Bravo! You've passed my three trials. What? Now come here and show me what you've built. Az elejétől kezdődött. Azt hittem újat indítasz, Regi. Azt hittem én is.
Akkor mi ez mi? Most innen... Ja, hogy most újra izé végigvisz ezen. Ezt nem lehet kikapcsolni. Oh, yes! You have all the qualities of a legend! Kiléptél, mert azt írja, hogy kiléptél. Igen. Szóljál, kilépsz, miért nem kommunikálsz? Ez az egyenlő a játéknak, és nem tudom, hogy miért lépsz ki szó nélkül. Hát mert minek nézzük meg azt, amit már láttunk? Mi történt? New Journey kell nekünk, na. Igen, és cserélsz meg egy szívesen. Megvan. Te csapol tényleg. Ezt nem lehet skippelni, mondta Regi, és eltűnt. Nulla kommunikáció, mit csinál, mi történik. Kilépek, újraindítom, gyere te is valami. Nem. Uff. Ez most... Ez volt az elején eddig is. Gyere már nem én ezzel. Nem jött. Oké. Ja, de én nem megy. Mire hagyd még én a ketchupot? Vigyázz már! Akkor most én megyek be a kapun. Kinyitok ki nekem. Jaj, elakadtam egy lépcsőn. Megvan. Te már nyitod a kaput nekem? Igen. Oh, hello. Hova kellett menned? Only stuff. Oda kellett bevenni. Hú, ez mi ez? Jaj, látom már, hogy mit láttál. Direkt nem mondtam el. De a kocka nincs is itt, ez egy új. De mit csinálsz? Még nem vagyok benne az épületben. Ja. Akkor hogy szedek be? Az meg. Na, meg nem tudom, hogy jutok oda, hogy kinyissam neked. Messziről nyitott ki, nem kell ide jutnod. Ja. Ezen? Ja, nem is messziről. Akkor, hogy emlékeztem messzebb. Megvan! Fenn vagy? Bent, bőven, hát láttad. Fenn van. Jaj, a többiről le van szakadva. Hallgatlak. Háromszög. Egy olyan jobbra-balra tekergetős. Valamiért nem enged semmit. Rá kell jönnöm, hogy kezdem el. Mondjuk... Nem tudom, miért rögtön tudtam nyomogatni össze-vissza, csak szárval. Valószínűleg nem, hanem... Azt hiszem. Ritrai egy kilógott kapásból a szájából. Ja, akkor rakod a Ritrai-ba, jó. Nem tudok nyomni semmit, nem tudom, hogy geci van. A Ritrájba nyomod bele! Balra! Háromszög. A jobbra-balra kapcsoló. Ami neked volt az ütő. Igen. Kormánykerék. Igen. Csillagos kar. És a másik ilyen meghúzós pinballos.
gomb, amire meg azt hittem, hogy az a másik. Jó volt? Igen. Jó van. Joker, köszönöm szépen a csírbodogőjét neked is. Ja, akkor nekem mi a dolgom? De jövök, majd jön egy hajó. Mit ugrálsz? Jó nagyra ugrasz. Testmagasságadig felugrasz. Nem is emlékszem, mi volt az első. Jó, te tudom. Úristen, az másik szemszög, az el sem tudom képzelni, mit kell csinálni. Bonyolult volt azért. Rájöttünk. Go on, dears. Come in. So, you want to know if you're ready to sail the seven seas together? Whether you're sulking swabbies or én azt hittem, hogy hét ilyen játék lesz, mert itt az elején arról beszél, hogy valami Seven Seas, azt hittem, hogy ennél. Úgy. Oh, don't worry, dears. It'll all be perfectly safe. My name is Marina Seaworthy, legendary adventurer and captain of the Friendship. De ez a játék, az egy kiegészített, egyébként az egész játék, hogyha megveszi valaki a többi részét, vagy nem tudom, hogy, hogy van ez, azok is ugyanilyen co-op gémek? Nem ismerem őket. It's that only true friends stand a chance when the seas get rough. You will need communication crystal clear. True teamwork, balanced and fair. Ah. Blind trust, come fortune or peril. If you want my blessing, then show me what your friendship is made of. Set sail, enter my three trials. Szó itt mondtál, én már értem. Csak nem értettem elsőre, hogy ez mit jelentett. Igazából. Bring me a vessel worthy of your bond. It's time to build your friendship. Out there, communication is key. You will need to read your crew like a book. Be honest, be clear, and be quick about it. Next up, the crewmate carousel. És akkor most másik oldalt leszek. Én mondjam, vagy te? Már nem emlékszem. Nem mondod. Van egy vitorlás hajó, két lába. Jó, tisztázzuk. Tehát egy Windows logó, aminek van egy lába. Nem. Nem, közösíts hozzá. Oldalról egy háromszög alakú kis vitorla, és egy alsó ladik, aminek jó. Két ilyen kis lába van lefele, mint egy... Jó, hogyha olyat látsz legközelebb, ami egy négyfelé osztott, több, mint egy ablak, aminek van lába, mint az egy monitor. Logó.
Nem, továbbra sem látom, hogy ez hogy monitor, de rendben van, megjegyzem. Az egy monitor! Ott van a lába. És miért van négy felosztva, Regi? Mert éppen egy keresztet mutat, de van olyan, ami sima. Na. Szóval. Van egy vitorlásai, akkor egy tállas denevér, egy gyerek, ami szoknyában van és fölfele mutatja a karját, és egy furcsa hal. Uha. És most mit kell? Most én vagyok, vagy te? Nagy ödöket. Monitor nincs kereszt benne, monitor van benne kereszt, halacska, aminek egy karika van a testében, és egy hajó, aminek egy napernyő van a benne. Úristen. Egy megnyitorlás hajó ilyen lábakkal, egy gomba, egy dupla madár egyik tála a tetejével, és egy... jó. Akkor ennyi. Szellem, vagy mi az, denevér a fején a tállal, madarak a tállal a fején, egy lány, aki szoknyában van és mutat fölfele, mindkét kezével, és dupla madár. Egy gomba, egy banán, egy köcsög, aminek karjai vannak, és egy karika a közepén, és egy hal, aminek egy kör van a testében. A gomba háromszöges? Igen. Megvan az első szint. Let's crank things up a notch. Hurrá, magyar ehhezok! What? Jaj! Félbevágott hal. Derékszög karikával, dupla karikával. Dupla karikával. Egy fölhúzott térdű integető ember és egy félbevágott Scarabeus felemelt karokkal. Aj, Scarabeus is van meg dupla karikás izé. Felemelt karokkal, köszönöm, félbevágott. Igen. Scarabeus. Azt nyomtam. Nem volt jó. Nem volt jó. De mégis hogy lehetett ezt elbaszni? Hát mert mind a kettő volt, ilyenkor honnan tudjam melyik a jó? Félbevágott Scarabeus felemelt lábakkal. Karokkal. Arra gondoltam. Na. Akkor előre. Nyomd a ritrájnak. Megcsináljuk maxosra. Hát ez bronzra volt elég. Azért mondom, nyomd a ritrájnak. Nem tudom, hogy kell ritrájolni. Kiveszed a tiket? Ja, és megetettem a ritrájnak. Igen. Nem tudom, ezt vissza fogom nézni, hogy ez mi ment el. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Arra vagy valaki megíratná nézni, hogy Regi, mit értett félre itt az utolsónál. Na, én mondom, vagy te? Én, ugye? Igen. Tulipán, lefele, dupla, körös, derékszög, halacska ilyen félbevágva, és egy köcsök a közepén, karra felemelve, és egy kör a közepén. Hát simán a tulipán fej. Mármint, hogy... Nem, fej, nem nyak, hanem csak tulipán. Nyak nélkül. Vicces, mert hogy ez a tulipán fej, és a másikat írtuk tulipán fejnek, de... Na, az, aminek nyaka van, az a fej nekem. Jó. Mert hogy ez egy fej, ez meg csak egy tulipán. Mondjad. Vitorlása jó lábakkal, háromszög alakú ezével, egy banán egy karikával, egy banán és dupla madár. Simán önmagában egy banán. Igen. Nem volt jó. Miért nem volt jó? Elképzelni nem tudom, önmagában volt egy banán. Igen. Most ez mi? Most ez mi? Meg kell húzni megint az ezért, és ki nem volt adni. Ezt visszanézem. Mi a fasz? Hol a faszomba kell képelni? Ott. Az alját húzod ki ilyen. Az is számít, hogy milyen baba van ott? Vagy milyen magasan van? Vagy mit kell nézni? Hát ott van, látod a sima barátom. Látom. Nem tudom, hogy számít, hogy milyen magasan van, vagy mi történik, de ez nevetséges. Most már én is elbizonytalanodtam, olyan jó ment már a végén nekünk, az közben még így is jön valami, amiről elbizonytalanodunk, hogy ez most vagyis működik.
Jó, derékszög karikával, háromszög alakú gomba, egy köcsög körrel a közepén, és fennyemelt karokkal, és dupla madár. Színe is volt, gyors és szövet. Uha. Mi volt színe? Uha. Jó, kisgyerek felemelt karokkal, tulipán, egy három, ugye derékszög két karikával, és egy szellem vagy denevér fejjel a fogyhívás. Derékszög két karikával, citromsárga a széle? Nem, kék. Mondd tovább, dupla van-e? Nem, denevér fejjel a tállal. Szóval elbasztuk. Mit nyomtál? A színe is számít. Mindegyik kék volt nálam. Azt kellene a közelebb mondani. Hogy milyen szín az összes, vagy valami ilyesmi, és akkor az alapján dől el. Baszki. Akkor újra. Csak rájövünk amúgy egyszer. Amikor. Igen, Petyka, reggi furán magyaráz. De nem találom a szavakat. Az összes kék most is nekem. És? Egy vitorás hajó? Nem. Vagy hát... Nincs? Olyan nincs. Jó, akkor mondom, kéket nem lehet. Tehát van egy monitor, ami nincsen X. Van egy hal, aminek egy kör van a testében. Van egy háromszög alakú gomba, és egy derékszög egy karikával. Jó, mindegyik kék. Madarak tállal a fejükön, felemelt térdű integető ember, Scarabeus félbevágva, és egy köcsög, aminek egy kör van a közepébe, és nyújtja a karjait. Fölfele. Fölfele, igen. És nem. Hogyha nem hagynád, de az sokat segíteni. De nem volt jó. Mi nem volt jó? Mit nyomtál? Köcsögöt karikával, felemelt kezekkel. És ez miért nem volt jó? Hát ott volt. Nem értem. Mit mondasz? Egy pupec, baba is számít? Azt mondja, a szimbólumát és a babát is nézik el. Mi van a babákkal? A baba is van rajta, a szimbólum fölött nekem. És? Azt írta a hét, hogy semmi? Neked van mindig egy másik ablak, ahol egy baba integet, és azt is meg kell nézni, hogy milyen baba csinál, és éppen mit. Tehát van egy olyan baba, ami azt mondja, hogy... Rázos, hogy nem. Igen. Ha nem, akkor azt kell, hogy nem. Hát azt kell, ami nálad éppen ami csinálja. Ami nincs, kettőnél. De ne... Az lenne logikus. De hát ez mit mondja, hogy nem, akkor azt kell, ami nem. De hát ha elmondod mindegyiket nálam meg, érted? Mondjad, mik vannak, most itt nincs idő. Vagy én mondom. Van a köcsög a karikával. Fölemelt kézzel. Van a halacska, ami ilyen félkörrel félbe van vágva. Van a dupla banán és a sima banán. Ezek dupla közül... Banán, mi, van nálad. Van nálam dupla banán, és az egy fejét vakargatós bábut van nálam. Van a fölemelt köcsög is. Igen. Van neked... Hát, nem tudom mi a geci ez. Egy félgömb, amiből kiáll egy esernyő, és amúgy ez az egész egy dombtetőn van. Nem bírom értem nem, és van derékszög dupla körre? Nincs. Tehát akkor nálad van dupla banán, nézd meg köcsög? Nézd meg is, és nézd meg, hogy mit nyomnál. Ha van köcsög is, meg dupla banán is. Na hát, akkor... Én azt nyomnám, amilyen bábú nálad van, amelyik fölött olyan bábú van, ami nálad van. Azt mondod, nálad ilyen baba van, szóval a köcsög. És az volt. Na, akkor ez lesz a megoldás. Így már talán értem. De hát akkor elég csak megnézni babát. Melyik babánál van tanástalan? Vakarja a foglagát. Gomba karokkal. Wow. Melyiknél van? Ugyanaz, rázza a segít, és mutatja, hogy nem. Dupla banán. Wow. Sír, fogja az arcát és sír. Scarabeus félbevágva a karokkal. What? Jó van, és akkor ezek hogy csináltuk meg? Gomba, háromszög alakú gomba. Mennyivel egyszerűbb?
De akkor hogy csináltuk meg? Ezt nem tudom, ez szánalmas. Hogy csináltuk meg? Akkor csak szerencsésen választottam mindig az meg. Ennyire. No. Na most nálam egy baba van, ami sír. Jó. Baba, ami sír, az dupla denevér tálal a tetején. Megvan. A szívejét fogja és fél lábon áll. És így piromkodik. Derékszük dupla körre. Megvan. Az égnek nyújtja a karját, dupla karját fölfele. Néha. Banán, szimpla banán. Szimpla banán. Ó, bazd meg. Sír! Köcsök felemet, kezekkel benne karika. Megvan. Ha! Jó. Táncolgat csak simán. Banán, sima banán. Beszarás. Jézusom, na mi is volt a kövi szint? Már van, nem is emlékszem, hogy ott kell csinálni. Ej, az meg... Ezt nem hiszem el, hogy ez... Ú, itt jó, csak táncolók vannak. Melyikkel? Ünneplő. A dupla karikás derékszög. Hú! Csak áll és néz. Tanás, tanul, vagy csak áll és simán áll és néz kézre tett karral, vagy vár... nem tudom, mondj ezt! Kislány, emelt karokkal. Sikerült! Bazd meg, hát ez nem csak áll és néz, mindegy. Jó. Táncik áll. Derékre tett kézzel. Igen, derék. Bazd meg. Izé, derék szök három körrel, két körrel. Ja, bazd meg, nem jutott eszembe a szó. Fél lábát hát a sarka mögé teszi, és így kicsit így szomorkán néz a fele. Csebretett kézzel. Megvan. Aaaaaaah! Azt mondja, ne, és retteg. Tavaly van tényleg a két tenyere, és retteg. Ah, megvan. Banán, sima banán. Sima banán. Hú, bazd meg! Hogy tudtuk ezt hamarra megcsinálni? Úristen! Ez volt a lényeg végig, nem ilyen logika alapján csináltuk, az a vicc. Hogy nem ezen a logikán csináltuk, és mégis megcsináltuk az előzőben is. Szerintem kurva szerencsésen választottunk, nem tudom. Ó, bazd meg, akkor rakd ide az aranytiketet. De, Isten, vönös, de a ritrájba. Ó, bazd meg. Végez volt a logika. A táncikáló kisbabák, az meg. Ez most nem működik? Szerinted működik? Ó, megint elbaszódott a stream nekem. Mit nyomkodsz meg rajta? Hát, kibe húzom, mert megint megállt a kép. És lehet nem is működik, és lehet nem is tudtam jelölni jelölni valót. Pedig nem lehet, hogy nem működött. Wow, fúros hajónk lesz a végére? Mindent fúrosra csinálunk? Na, nem engedd be. Na azért. Mi a lampánk van? You are an open book to each other. Jaj, ráadásul most az izékkel, a másikokkal kell foglalkodom, ennek még nem értem a logikáját. Azokat a oszlopokat nem értem. Érdekes. Fú. Én ezt nem értem.
Jaj, most ezt fordítva játszok. Igen. Jaj. Jaj. Neked tényleg van kukád. Nekem nem volt kukám. Nem. Na jó. Van itt egy kék, egy piros, meg egy zöld. Vagy az mindig kék-piros-zöld van? A C a kék, a B a piros, a C a zöld. Nem tudom. De van szerve, én pakolom, te pedig pakolod, ez kész. Legalább egy bronzt el kell érnünk. Jó, tehát a legfontosabb, hogy a kék és piros szorzókat növeljük. Szerintem ez a prioritás. Tehát, hogy ahhoz, hogy növeljük a piros szorzót, ahhoz felveszem az A-t. De fogod tudni azt rakni? Tudom én. Ez egy piros szucika, de nem tudom, hogy hova tudom tenni, bárhova? Tök mindegy, hogy hova teszem, vagy olyan színűre kell tennem, ami már van ott, vagy nem értem. Olyan színűre. Leheted, tehát most azt bárhova letelted. De először nem raksz te? Tök mindegy. A zöld, arra nem tehetem rá. Aha, mert az teljesen zöld. Tudom, miért lett zöld, de oké. Okay. Hadd nézzem meg, mert nézom. Ja, most két pirosat kapcsoltál össze? Hát, ja. Aha. Na, nem tudom, miért lett zöld. Akkor jött, haladjunk össze. Szerintem megvan minimummal, hogyha jó lesz. Egyszer kettő. Nem tudom, miért csak kettő, mindegy. Már csak egy piros volt. Miért szeretnél letenni? Vagy melyikek közül választok szerint? Én nem tudom, én nem látom ennek a logikáját. Tökre nem. Mit számít, négyet összeköz, négyet ér, kettőt összeköz, kettőt ér. Ja, Hova csak megnézni a tiedet. Igen, kettőt összeköz, kettőt ér, négyet összeköz, négyet ér. És ha lenézel a csempére, látod, hogy világít a széle. Ja, én látom, hogy a tiednek mi összeköti őket. Széle. Nem köt itt semmit sem. De igen. Még csak egy oszlopot tettél? Aha. Akkor semmivel, igazad van. Jó. Van két piros, meg egy zöld oszlop. Jó. Miért tettél elsőnek? Pirosat. Akkor tegyél le megint pirosat, ha tudsz lerakni pirosat? Jó, akkor B meg az A piros. Neked melyik jobb a cucika? De szorom, pakod már le. Megcsinálok egy zöld helyet. Nem, csinálok. De. Ez most összekapcsolt. Ez milyen színű lett? Félig zöld, félig kék? Nem tudom. Ez, amin állok. Mi nász? Ja, teljesen zöld. Értem. Nem tudom miért, de értem. Én sem tudom, nem értem. Jó. Pirosat is kell tenni, zöldet is, kéket, és tök mindennyit rakunk, csak rakjunk. És kapcsold össze őket. Kéket. Kékhez sehol nincs. Zöldre kéket nem rakhatok. Én nem tudom lerakni a kéket. Okay. Szóval azt az egyet nem tudom lerakni, amit... Sőt, a C-t se tudom lerakni, csak az A jöhet szóba. Á, csinálom az A-t. Na, megfogtam, azt lerakta. Ja, várjál, oda raktad. Akkor azt ide kellett volna raknom. Na mindig. Most már így lád. Melyik jöhet szóba? Zöld vagy piros, tehát C vagy B. De jó lenne a B. C-vel. B? Jó. Aha. Jó lenne majd letenned egy kék oszlopot. Nincsen hely, mindegyik zöld, ami szabad. Az a baj, úgyhogy csak az A és a C jöhet szóba. Furcsa. Nem tudom. Mitől függ, hogy te hogy rakod? A és a C. Várj, ezt megnézem, hogy jó-e. De ha leteszed, én látom, hogy letetted, nem? Igen, letettem. Milyen? Háromszínű. Ez az első, ami háromszínű. Akkor tedd le a kéket, gondolom. Vagy nem tudom, hogy csinálj, mit akarsz. Csak zöldet tudok, hogyha azt tetted le. Rád bízom, leszarom. Az a baj, hogy ezt jelbe mutatja meg, hogy hova szeretné tenni az oszlopot, én nem tudom, hogy mitől lesz valamilyen színű, hogyha én ezt leraktam. Tehát ezt nem értem, letettem egy csomó kéket, összekötöttem, letettem egy teli kéket, és piros lett neki.
Mi a fasz? Nem tudom, én sem értem. Regé, el kell érnünk, hogy kék vagy zöld oszlopot tegyél le. Várjál, ne, hát amiket most mutat, mielőtt elveszed a tájt, olyan színű lesz, hogyha leteszed. Szerintem. Mi van? Ilyenkor én látom hátulról a tájladat. Na, akkor miért szeretnél? Ismétlen kék vagy zöld oszlopot kéne letenned. Ide kéne letenőt, ami piros és zöld esetleg, szóval a B-t kéne letenned ide, ahol állok. Az jó lenne neked? Le tudom tenni. Tedd le, hogy megnézem, hogy hogy nem áll. Nem tudom letenni. Nem tudod ide? Várjál. Le tudtam. Aha, csak nem ilyen szögbe kellett volna. Most szopott. A zöldnek... hát egy óramutató állásával jobbra ebb kéne legyen egy legalább. Minden megyed életenni. Egy igen? Igen. Még egy... Most szívhatsz reggel? Próbáld meg mindenhogy, ahogy sikerül? Így nem? Nem? Csak így engedi? Hát beletettem 3-4 féle kép. Ugyanúgy rakja le nekem, aha. Ja, de az... Ja, jó, az úgy jó. Akkor úgy tedd, ahogy neked jó. Esküszöm, hogy direkt szívhatsz. Oké. Okay. Viszont csak kéket tudok letenni, arra most nem tudok tenni. Jó. Viszont majd legközelebb tudok arra tenni. A kéket meg ide le tudom tenni. Ez nem rossz, nem rossz. Melyiket szeretnéd, hogy felhasználjam, elmondom, fel tudom használni. Megnézem. Itt jó lenne egy teli zöld, tehát a C és az A elvileg teli zöldet, hogyha ide tudsz tenni C-t vagy át, ahol állok. Nézem. Át. Jó. Nézzük meg, hogy megváltozik-e a színe, vagy marad olyan. Jó. Zöld marad, az jó. Olyan szorzó lett a kéken, mint az állat. Itt, 7-es szorzó lesz a kéken, na minden igaz. Na! Ott a 7-es szorzó. Ja, csak kéne majd még kék. Jó, zöld hagyá? Bújékat tesz. Szia, tesz! Melyiket szeretnéd hova? Nézem, várjál. A kék... 2x7-tel meg lenne a kékünk, szóval ha kéket akarunk tenni, én nekem nincs kék oszlopom, szóval most zöld a kék... oszlop is jó, mert 3x4, majd le tudod bárhova tenni a zöld oszlopot, akkor azzal már jobb vagyunk. A zöld oszlopot le tudom tenni, tehát akkor az át kéne letenned, az át... Viszont kék, szóval jó lenne vagy ide... Tenned, ide oda tudom... le tudom tenni. Na jó, vagy pedig ide. Nem, itt nagyon jó helyen. Jó, akkor az ott jó lesz. 8-as szorzó lesz a kéket. Zöld oszlopot lerakod. Ez akkor megvan. És még hány kék oszlopot kéne? Kettő? Hú, nem biztos, hogy megvesz ebben. Nagyon kéne a kék oszlop. Kék oszlop. Most két kékem van, B és A. Kék oszlopot? Igen. Valahol tenned? Igen, egyet tudok csak rakni ide, akkor ha azt oda leteszem, az jó. Te meg akkor tegyed, ahova neked, az jó, vagy várjál? Ha B-t teszed le, akkor a zöld piros és zöld kék, a zöld és kék, vagy piros és kék. Piros, piros vagy zöld alakuljon ki. Piros vagy zöld alakuljon ki. Leteszed az oszlopot, én leteszem a csempét, és piros vagy zöldet tudjuk tovább. Melyiket kéne jobban? Ugyanannyira elmi? Hát akkor amelyiket gondolod? Regi, én nem tudom melyik még. Ja? Válasz. Ja, a B-n zöld van, az A-n meg piros. Rá. Jó. Várjál. Ja. Ja. Mi volt a másik B? B. Ez jobb, szerintem. Ja, akkor akatom. Hát... Látott a világ már jobbat, de... What? Az előbb nem kék volt, most pirosnak tűnik. És ez piros vagy kék? Kéne látom pirosnak. Jó lesz. Kék.
Akkor nem tudom, én látom pirosnak. Mennyi táj van még? Ó, egy, és már megvan a pontunk. Jó, ha pirosat kell rendelni. Nálam? Pirosat? Mindkettőnél lehetőleg, vagy hát... Hát akkor az csak az A, mert csak az A-ba van piros nekem is, meg neked is. Nem, nekem nincs benne piros. Ja, nekem viszont van. Nekem a B-ben van, a B-ez. A B-be csak kék van nekem. A B-be kék oszlop van, Regi? Igen. De le tudom tenni a kék oszlopot amúgy. A kék szorzóját növelni, de a piroséval nem növelne semmit. Pirosat 4x4-re tudom felvenni. Az jó lesz? Hát vagy bármi jó lesz. Most már bármi jó lesz, megvan a pontunk a bronzra. Ne van szarva igazából. Ez a játék, ez nem érdekel. Mindegy, jó. Oké, haladjunk. Akkor csináld, melyik? Az. Jó. Így jó? Jó. Sajnos maradtunk a 12-nél, de ez van. Úgy tudjuk, ezt nem tudjuk jobban megcsinálni, ez egy szar. Na, akkor... Adjad már a tiketemet? Hogy? Over here. Zöld tesz, mit csináltál tegnap este? Házi bulit tartottál? Ja, már látom. Mit? Arany színű a segge, ez is színű a közepe, és akkor majd gondolom a... Amilyen színű a közepe? Zorrát fogja meg csinálni. Best keep it moving, shall we? Random. Ez is jó. But that was the easy part. Let's see how you fare when the seas get rough. Will you weather the storm together? Or will you jump ship? This last trial will demand your... Last trial. Oh, itt már nem is figyeltem a szöveget igazadban. Na, akkor most te mész be. Biztos? Aha. Ahogy szeretnéd. Menj be te. Hol megyek? Emeletre? Bemesd a nyilat. Már csak lefele nyíl van, haló. Ó. Mi a faszom ez? Mit kell néznem? Hol vagy? Csinálj már valamit, mozogjál, hát nem látom, hogy hol kellene látnom téged. Hát nem itt. Á, meg vagy! Ó, na ne nézzed, ne lessé. Ja, hogy ezt te nem láttad, vagyis én nem láttam. Aha, akkor menj egyenesen. Még. Állj, jobbra. Egyenesen. Még, ott egy gomb. Fordulj meg. Egyenesen. Még, állj. Balra! Egyenesen. Még. Balra. Egyenesen. Még.
balra, itt látod, ugye? És ott van az a, az a cucc, ami mozgott föl le, de... Aha, te mást látsz! Vagy jót látod? Ó, oh, te átugrottál, nice. És ott hogy foglak látni, baszki? Máshonnan is látnak téged? Várjál, nem látlak téged. Előttem mozdulatlanak a hullámok, gondolom. Várjál, nem látlak, hol vagy? Hol vagy? Hogy látom én azt ott? Ja, itt ki tudok menni ide is. Húrst, te hol vagy? Á, itt vagy alattam. Egyenesen, állj! Hadd nézzem, mi történik itt. Úristen! Ezeken át kéne ugrálnod? Te nem látsz semmi mozgást, ugye? Nem látok semmi mozgást. Van elméletileg előtted, balra... nem menj oda, csak hogy előtt... Állj már meg! Szóval előtted van egy 4x4-es tábla. Azt látod? Nem. Amire nézek, egy fal van. Mármint, hogy... A polip... Egy polip szája, azt látod? Igen, az oda a tudsz bal menni? Kezemnél, nem szembe velem, a bal kezemnél. Nekem szembe veled van, az jó. Most van szembe velem. Hát eddig is itt volt. Állj! Na, itt látod a 4x4-es táblát? Igen. Ne menj sehova. Van előttem egy célkereszt. Azokat látod, amik mozognak? Egyet látok. Ja jó, mert amúgy 4 van. Bátor vagy, mert elmozog. 1000 éve itt állt egy helybe a tábla. Én láttam, hogy mozognak össze-vissza, szóval akkor most előrök-e kezelni? Hol megyek? Vissza meghúzni akart, mármint hogy a bejuttatót. Jaj. Hol a ritel? Jó. Éveszki. Nem tudtam bemenni, csak szólok. Azt hittem bent vagy. Most vagyok bent. Hú, bassza meg. Nem itt kell vennem valamit. Hol vagy te? Állj, ne jobban látlak. Egyenesen, még, jobbra. Egyenesen, a gombig. Jó, megfordulsz, egyenesen, balra. Egyenesen, még, balra. Egyenesen, még. Mi az a számláló? A nullánál! Ó! Oh. De látod, hogy mikor vált és nem szóltál? Most nézem, hogy van egy, hogy mikor vált. Most vettem észre! Gratulálok, úgy gyere! Ó, azt sem tudom, hol kell. Még nem jössz kérdő, nem tudom meghúzni. Jó, hát én meg egy labirintuson keresztül jövök ide el. Igazán tehették volna közelebb is. Milyen gomb van fent? Szia, Andrew! Még? Mi még? Nem vagyok. Milyen gombot hagytunk ki? Nem tudom, mire beszél. Polip előtt. Ja, majd a polipnál lesz valami gomb. Sosem tudom, hogy hol megyek. Egyenesen! Hé! Úgy, még, jobbra. Jobbra! Gombig. Az első gombot megnyomtad amúgy? Igen. Ja, jó, oké. Akkor vissza, egyenesen, még, balra. Egyenesen. Állj, balra. Biztos? Igen. Jaj, egy kicsit jobbrább. Nagyon szélén mész. Gyanús volt. Jó, most jó.
Szóval várjál, én ezt itt megfigyelem, hogy mit kell látni, ne menj annyira várok, előre. Várok. Azt mondja, hogy ha nulla van, akkor vált. Aha. Most vált. 3, 2, 1, most vált. Jó. Itt van fönt jobbra, jobbra, jobbra is egy gomb fönt. Egyenesen, egyenesen. Jobbra. Jobbra! Mi a fasz volt ez? Jobbra kellett volna menned, tök balra mentél! Ott volt egy gomb! Nem volt ott gomb! De volt gomb! Nálam nincs gomb! Akkor azt csak látod, de nincs ott! Balra volt a gomb! De nem volt ott gomb! Illúzió volt, biztos! Nincs ott gomb! Na jó, van. Mostantól nem mehetsz sehova se, hogyha nem mondtam, hogy oda mehetsz. Megyek, hát hallod, olyan lassan jövök ide. De mit jöjjek, még ki sem nyomtad azt a tiketet? Már rég megetettem vele, mire veszem? Majd toporogok az ajtóba. Nem is engedi még nyomni a gombot, amíg nem villognak azok nekem a lámpák. Nekem nem engedi kinyomtatni a tiketet, amíg nem jötték ki, már egyszer elmondtam. Jó van, ezt nem tudtam. Na, már egyszer nem mocorogjál mindenfele akkor, légy szíves, hanem... Csak nem akkor... Nem megyek sem, véletlenül se. Oda mehetsz, ahol mondom, mert lehet, hogy nem az van ott, amit te látsz. Na. Hol vagy? Balra. Vagy mi az, jobbra? De azért mondom. Egyenesen a gombig. Jó. Állj, balra. Állj, balra. Egyenesen. Na. Várjál. Ugorhatsz. Ugorj. Ugorj! Miért nem mondod a számot mondd is! Milyen te? Számot? Jó, menj egyenesen. És szólok, ha állj. Még egy kicsit feljebb. Állj, jobbra. Jobbra! Van. Ott nincs semmi. Jobbra van. Egyenesen, egyenesen. Még, még, még. Ott a gomb. Jó, most egyenesen, egyenesen. Állj, állj! Le, jó. Én nem tudom, hogy mit nem látsz, és mit látsz. Ez a baj. És ezt még nem silbizáltam ki, hogy hogy kéne átjutnod. Mert mozognak, de még nem jöttem rá, hogy mi alapján. És milyen időközönként. Szóval, várjál. Valamit látok innen lentről jobban? Ó, itt is van egy gomb. Lehet, hogy ezt is meg kéne nyomnod előtte? Vagy ez hogy van? Találtam már egy gomb. Aha, na, gyere vissza a... Fordulj vissza. Itt alattam van egy gomb. Ezt megnyomtad már? Nem, ez világít. Vagy ezt már megnyomtad? A polip... Mielőtt a poliphoz mentél, onnan az útról, balra volt egy gomb. Azt megnyomtad? Igen. Jó. Ezt a gombot itt. Igen, arra gondoltam. Jó, akkor azt megnyomtad. És világít, világít itt. Oké, viszont most nem mozognak a polipnak a... Vát. Nem akarnak mozogni ezek a tájlok. Nem értem, hogy miért nem. Eddig mozogtak. Mitől függ, hogy mozog? Mi a fasz? Viszont most nincs előtted, és nem mozognak. Vagy csináltál? Valamit csinálsz, ellennek a lámpák, és akkor... Itt van előttem út? Nincs. Biztos? Biztos. Vagy... Ja, hogy út, az van. Még van, egyenesen, egyenesen, egyenesen. Áll. Most egyenesen mehetsz. Oda kéne főtnöm a gombhoz, de ezt kihagyhatjuk, hogyha nem érted a polipost. A polipos... Ja, hogy a... Ja, hogy... What? Meg lehet kerülni a polipost, hogyha nagyon nem érted. Ja, jó, én nem értem. Ó, oh, most megbozdultak a polipok. Ha ugrálsz, akkor... Nem. De. Ha ugrok. Ha ugrasz, akkor vált. Na, akkor még egyszer. Lehet, hogy mindig ugyanabban, itt tudom én, négy pozícióban állnak. Te látod az összes... Ja, te csak egyet látsz, mi? Látom az összeset. Na, négyet? Igen, de hát nagyon rosszul, nem bírom minden megállapítani. Aha! Most van egy elő... Nem, ne ugorálj már ennyit, hát na! Megszámolom, hogy hány pozíció van.
Egy, kettő, három, négy, öt, hat, és talán ez volt az egy, szóval igazából öt. Én ezt szerintem értem. Nem! Ne akkor ugorj, amikor ott van! Jaj! Hát ha akkor ugrasz, akkor már nem lesz ott. Na, igen. Igen. Oh. Na mindegy, csisztulja. Hol kell visszavenni? Gyerünk már, geci! Hát bazzeg! Tudod, milyen hosszú utat kell megtennem? Bassza meg. Ba, jobbra. Egyenes. Balra. Egyenes. Balra. Egyenes. Kicsit jobbrább, úgy. Kicsit jobbrább, kicsit jobbrább, kicsit jobbrább! Anyám! Számolt. 3, 2, 1, most. 3, 2, 1, most! Gyorsabb volt. Mit fasz? Tudom, hogy jobbra van. Jobbra? Tudom, hogy jobbra van. De ott látsz utat? Nem. Ja, jó. Mi ez a 4? Mi ez a 9 és 4? Annak van valami értelme? Várjál, De mi történt? Elakadtál, ott vannak ilyen korlátok a kettő között. Milyen korlátát kell ugrani? Mi történt? Nálam nem lehet így átugrani, nem tudom. Lehet, hogy ott magasabbra kellett volna ugranod, vagy nem tudom, csak elbotlottál. Ja, itt is vissza tudok menni. Ó, én rövidebb. Az mutatja, merre fog menni a négyzet, hogy melyik világít. A szondad. Na jó, ezt most nézzük meg. Még. Jobbra. Jobbra! Balra. Egyenes, mennyi, balra. Számod? Most. Nem most, hanem mondja a számot. 3, 2, 1, most! Olyan gyorsan eltelik! Mondom, számon érte most. Ja, hogy 4 van meg a 9-ből. Értem. Na várjál, hadd nézem. Arra megy, amerre világít. Te látod a világító sorokat? Ne, nekem mindegyik világít. Aha, jó, oké. És át kellettem tudnom ugrani. Tehát itt ugyanúgy néz ki az összes határ, igaz? Nincs különbség határ és határ nincs. Között. Akkor valami balfasság volt, hogy nem engedett átugrani. Most elvileg, hogyha előre ugrok, elén fog jönni. Igen. De ne ugrálj többet! Melléd fog menni. Oda, igen, ahova ugrasz. Állj meg! Most merre nézel? Arra nézel? Jó, akkor arra fog menni. Állj meg, most balra fordulj. Arra fog menni. Állj meg, ez visszafordul, szóval... ez nem jó, valamikor át kell ugrani egy másikra. Igen, át kell ugrani egy másikra. Jó, de most csak visszafele tudsz menni. Erre, nem, a bejárathoz. Oda. Jobbra, másik irány. Oda fog menni. Most meg visszamegy az eredeti helyre vissza. Aha, most egyenesen. Hogyan ugrasz át egy másikra? Keresztbe nem tudsz ugrani.
Hát nem, ne is fel. Nem tudsz ráugrani ezekre a középsőkre? Megállni? Nem. Nem, csak kereszte vagy azokra, nem lehet megállni. Ezt neked kell kilogikázni. Hát... egyenesen, ahova nézel most. Nem jó. Szerintem is át tudtam volna mellettem levőre egyébként. Mikor itt volt? A sarokba, itt ahova nézek. Ami nem volt ott. Ott nem volt. Okay. Na, mi legyen? Hát... állj meg egy irányba, csak már nem látom, hogy merre nézel. Jó, balra. Erre? Igen. De nincs sosem mellette. Hogy? Nem mellette kell legyen, hanem következő lépésbe kell legyen a mellette. Ja, értem! Látod ki a hülye, én is együttem. Így már értem! Igen, értem! Jó, akkor kezdjük előről. A bejárathoz ugorjál az első helyre. Most jobbra, oda. És akkor most... Nem! Báj! Elrotottad, várjál! Újra kalibrálom. Tatú, közben köszönöm szépen a 22. hónapot, bujék neked is. Jó, akkor most menjél oda, amit nézel. Balra. És egyenesen. Nem, egyenesen. Jó, várjál. Egyenesen. És most... most, ahol erre nézel szintén, egyenesen. És most le tudsz menni. Jó. Így már értem. Így már értem. Uha. Jobbra menjél teljesen a szélére? Jó. Most balra középre. Most balra szélére. Teljesen. Jó. Maradj itt. Még mindig jó helyen vagy. Mehetsz egyenesen. Közép. Fönn vagy. Ne, állj meg le, hogy leesi. Oh. Várjál, mert nem látom, hogy merre mész. Ott hova ugrasz? Jó. Állj meg, mert itt mindenféle himbálozó dolgok vannak. Hova mész? Nem látlak ott, ha lemész oda. Mi van ott lent? Állj. Semmi. Jó. Kérdezett volna kerülni ezt is. Jó, állj. Próbálok egy szöget látni, hogy jól lássak mindent. Innen talán jól látom. Jó, megpróbálom. Minden egyes ilyen oszlop... látod az oszlopokat, amik a lábai ezenek, ennek a szarnak? Igen. Tehát látod, csak a himpálozó dolgokat nem látod. Ne, állj meg! A két szoros oszlop között, vagy a két széles? Tehát a szoros helyeken himbálózik, vagy a széles? A széles helyeken himbálózik, a szoros helyeken tudsz megállni. Jó. Amikor elmélyülöttem, mondjad azt a hangot, hogy vú. Jó. Vú. 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 Kész. Ez óriási. Micsoda trükk. Vú. Jó. Itt mi jön? Várjál. Itt mi lesz? Ez itt mi ez? Itt látsz utat? Nem. Jó, akkor az úton kell végigvinnenek téged. Jó, akkor fordulj balra. És menj egyenesen egy kicsit. Még. Kicsit sréjem jobbra. Még egyenesen. Mármint más már egyenesen menjél. Jó, mehetsz. Még. Még, most sréjen jobbra kicsit, megint, és egyenesen. Még egy kicsit sréjen jobbra. Egyenesen, még. Áááá, baszd meg! Jön egy hajófutás! Gyorsan! Merre? Egyenesen, kicsit sréjen jobbra, egyenesen, de jobbra. Még jobbra, egyenesen, most egyenesen, balra, kicsit egyenesen. Jobbrább, egyenesen, balrább, egyenesen, mehetsz egyenesen, még, balra, kicsit, úgy, egyenesen, jobbrább egy kicsit, csinál, úgy, egyenes, vissza, balra, egyenes, jó, nagyon jó vagy, még mindig jó vagy, srélyen jobbra, egyenes, srélyen jobbra, egyenes, srélyen balra,
folyamatosan mész egyenesen és kicsit Shrien balra közben. Még egy kicsit Shrien balra, balra. Barebb, barebb! Jó, egyenes. Mehetsz. Kicsit még egyenes, egyenes. Ott lesz egy gomb, látod? Igen, nyom meg, nyom meg! Még egyenes, egyenes, egyenes. Ott, jó. Most egy kicsit barebb, úgy, egyenes. Egyenes, egyenes, jobbrebb. Vagy balra, 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 sikere! Másik bar! Úgy, azaz, egyenes, egyenes, most sokáig egyenesen mehetsz, 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 állj, kicsit Shrien balra, jobbra, bocsánat, jobbra, egyenes, 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 Shrien balra, jobbra, jobbra, kicsit, egyenes, 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 jobbra, 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 Shrien balra, még jobbrább, úgy egyenes, egyenes, nagyon jó, egyenes, 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 jobbra, 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 egyenes. Egyenes, 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 balra kicsit, egyenes, nagyon jó, egyenes, 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 meg egy kicsit balrább, egyenes, 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 és majd mindjárt ugranat kell kicsit Shrien balra, még, még Shrien balra, balrább, balrább, egyenes, 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 és most ugorva egyenesen menjél, úgy, nagyon jó. Ott a gomb. Oh my god! Kész? Hol mész? Vége? Vége. Sikerült! Hú, leizzadtam. De hol jössz ki? Nem is vagy itt. Nem enged ki. Ja, hogy én nyitom ki neked. No. Értem. Hú, bazzaj. Úristen, arany! Hú! Ez jó volt! Hú! És te csak a levegőbe mentél? Igen. Hú, basszeg! Nagyon para volt. Hűj, azt a kurva élet. Az elején is fullos lesz a friendshipnek. Ja. Csak azt a tiles nem tudom, hogyan lehet jobbra megcsinálni, bazd meg. Hát. Több fejtel is. Így is bőven sokat tartom a fejem ezen. Most te hárman is csinálják? Az igen. Hát nem lett fúros, csak hozzá be. Nem az elejét csinálja, lehet nem. Ja, mert bronz az eleje. Ja, az az eleje lenne. Oh. Na mindegy, a lényeg, hogy... Jó van az úr. Bravo, dears! Bravo! You've passed my three trials! Hát erre azért kíváncsi lettem volna fordítva. Balra, ne, másik balra! De te egész jól csináltad, én szerintem kurvára nem értettem volna, hogy meddig mehetek, és nekem jött volna a hajó, mögöttem jött közben. Oh yes, you have all the qualities of a legendary crew. With a friendship like that, you will make big waves. How big? Well, that's up to you. You are ready. I give you my blessing. Off you go, dears. Fair winds and farewell. Tehát a szarhajók se tört össze végére, szóval mit számít? Jobb lesz a fotó. Nagyon bohajó. Arany, bronz, arany. Nice.
Szóval ez a játék, ez egy rendes játék, amiben ilyeneket lehet csinálni közösen, csak többet, hogyha ez egész játék, vagy több játék is van, vagy hogy van ez? Kíváncsi lennék, hogy tudod, többi ilyen játék. Mit kell tudni azokról, most már utána fogok járni. Ah, az jó volt, így most már tetszett. Ja, még a fejem is belefájdult. Sok gondolkodásba. Az igen, ezek már videókat néz. Na jó. Kihasználta, hogy nem látom a kijelzőjét. Ahogy ezzel a legós dobozat akartuk ki. Na hát, remélem tetszett. Nektek is? Szerintem vicces volt. Úgyhogy... Ja. Most viszont arra elköszönünk, mert ma nem lesz így. Szerdán leszünk legközelebb, ez is egy ilyen kis extra stream volt, hogy akkor játsszuk végig ezt a játékot, ha már így terve volt egy ideje. Úgyhogy, ja. Ha már is fáradtam. Na, jók legyetek, meg bujék, meg mindent.